Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék! Na itt vagyunk gyerekek ebben a csodálatos hóesésben, 6 óra után 16 perccel. Hello Feri, hello Eszter, hello. Jó reggelt. Már szólsz is, itt vagy. Na hello. Ez, látjátok, ezt kiteszem a lábom. És már ne vagy blokkolva, le vagy blokkolva. Gyerekek, mindenki látom ideért a hóesésben, ki csúszott egy kicsit, ki késett, kinek a taxia szórakozott. Nekem semmi nem szórakozott, csak későn indultam. Csak én taxival jöttem, nem volt taxi. Beszálltam a taxiba kicsit későn, és annyit mondott a taxisofőr, hogy ne aggódj, Balázs úgyis elkésik. Ez jó. Látod? És igazából. Most egész jól vagyok egyébként. Én imádom, kilépsz a kapud ajtaján, vagy a házad, vagy a lakásod, és szakad a hó. Hát ezt gyerekek. Kimászom a kartondobozomból. Ennél gyönyörűbbet, ennél meseszerűbbet, ennél karácsonyibbet nem tudok elképzelni. Mint, hogy csupa hó a kert, a ház, a kocsi. Fú, nagyon szeretem. Szerencsés vagy nekünk, eső jutott. Na, hát eső. Egyen. Olyan, hát olyan hó van ilyenkor nálunk. Ilyenkor hűti a kertet, hogy picture megmaradjon fake. A hó. Hol vannak a képek? Hát nem lőttem, nagy pelyhek, gyönyörű nagy pelyhekben esik a hó. És akkor nem egy hóangyal készítettél? Egy kicsit később? Jelenlegi lakhelyem Adiliget, Nagykovácsi Mária remete környéke. Mindig költözöm valahova. Nem úgy utol érjen. Most ott fönn a hegyekbe, figyelj, nagyon nagy hó van. Tehát, hogy frankon figyelzem kellett, hogy ne csúszak be az árokba. Ja, tök gyönyörű, nagyon szép. Aztán sajnos ez is elolvad, de hatalmas. Ezek az igazi ilyen gyerekpelyhek, tudod, amikor nagyon nagy, ilyen klasszik hópelyhekben szakadt a hó, gyönyörű volt. Kocsim is havas, úgyhogy... Nem megyek bele, dörgölöm magam. Jó, ám most már talán lehet, hogy nekem. Leolvad, de... Szét dörzsölöd az autó. Belvárosi patkánynak. Roadlisztam a kertbe hajnalba, azért késtem be. Roadli. Gyerekeket megszánkóztattam. Fölébresztettem. Gyere, most van hó. Megyünk roadlizni, hát gyere egy kicsit, úgyhogy jó volt. De ez itt elolvad a városban, láttam, hogy nektek itt ez... Latyak. Ez már csak latyak jut, igen. Úgyhogy ez van, gyerekek. De most írták, hogy mindennél nagyobb valószínűséggel fehér lesz a karácsony. Mihez képest? Hát én azt láttam, hogy jövő héten ilyenkor 10 fok van. Egyébként én is. Ha fehér lesz a karácsony, ezt nagyon meg fogom hálálni. Akár azt én is. Mivel? Nem tudom, bármit, felajánlások, természetbeni, anyagi, bármi. Olyan jó lenne. Annyira jó lenne, úristen. Az nagyon anyas, annyit adna hangulatomhoz. Főleg úgy, hogy másnap este már egy nagyon meleg ázsiai helyen vagyok, ez egészen, egészen jó lesz, hogy 26-án már 29 fokos indiai tengerbe fogok fürdeni. Ez egészen hozzátesz a hangulatomhoz, gyerekek, hogy lecsippentek a karácsonyból egy kicsit. De küldök képet. Köszönjük, koktél legyen rajta. Koktél lesz rajta, egy üveg pezsgő lesz rajta, a pálmafák leszek rajta, és a tököm. Az jó? Az jó. Azt fel fogja dobni az eddig is sima azos képeket. Jó, lesz egy pálmafa és egy dickpik. Jó, ezt tudom. Ezt tudom ígérni. Hát mondani, hogy mostanában nagyon kevés dickpikkel hűltél, és kicsit így aggódtam, hogy figyeltet, hogy jól vagy. Koktél, pálmafa, dickpik. Ezt tudom intézni, gyerekek, úgyhogy nagyon jónak tűnik. Na, egyébként mindenkivel minden rendben. Abszolút. Felejtettem a szexárdon, képzeljétek el. Na, jó, szexárdon telehetyektem ott a helyi művközpont, és nagyon jó volt. Dupláztál? Nem, csak szimpláztam, és nagyon-nagyon-nagyon jól éreztem magam. Nagyon jó közönség van szexárdon. És bort küldtek-e? Igen, nem küldtek, de nagyon hálás vagyok, mert ugye ezt az előadást áttettük novemberről decemberre, mert akkor voltam nagyon beteg is, eljöttek a sokan. De aranyos. Ez a szívemben van zárva. Ez az az előadás, amire azt hazudtad, hogy most hétvégén lesz, és azért nem tudsz velünk jönni. Nem, az egy másik előadás. De nem marad. Az egy másik előadás, hazudtam. Igen, de most hétvégén is nagyon sok előadásom lesz majd. Megnéztelek téged az Insta oldaladon, ahol feküdtél, és akkor posztoltál, hogy hetyegés, és akkor elmentem, és megnéztem az előadásaidat. Hát figyelj. Megtolta az én végétek is össze. Én azt gondolom, tudom, mire gondolsz, hogy hol néztek szexádat? Nem, megnéztem a kongresszusidat, hogy hogy áll. Ránéztem, kukkoltam egy kicsit, hogy hol áll. Hogy féltékenység. Vettem 1000 jegyet. Nem, csak megnéztem, hogy hogy áll, meg azt látom, de azért sűrű az év végét. Sűrű. És még két ünnep között is. Nincs. Beiglevés, zserbógyilkolás, érted? Nyakába veszi az országot, és indul. Igen, tudod, az van, hogy aki ugye rádiózik, az lehet, hogy fellépni járna, amikor rendesen fellépnie kéne, akkor azokat évvégén előveszik ám. Nem igen, úgy van az, hogy nem pihengetünk. Nem úgy van az, hanem akkor menni kell, aztán izé. Hát a szórakoztató iparban ez a legszörnyűbb, hogy mindenki más érted elmegy bulizni, elmegy a koncertedre, elmegy az előadásodra, te viszont melózol. Én nagyon szeretek melózni, ez a legjobb dolog a világon, meg annyira meg szoktunk vadulni, meg annyira jó, amikor tényleg ez az est most ilyen
önfelett, tehát nincs benne ilyen, de nincs benne semmi, ami rágódnod kellene, és azt vettem észre az embereken, hogy a felénél ez teljes leoldás van, tehát onnantól kezdve tényleg csak ilyen visítás, és nagyon jól, a végén azt érzem, hogy a katarzisban jövök le, tudod, hogy gyerünk, szóval ezt most nagyon szeretem csinálni, úgyhogy nem panaszkodhatom erre. Nagyon jó, ez tényleg jó, meg ez úgy tölti is az embert egyébként, szóval, hogy tényleg lejössz, és 3 óra mire, még jó is a vezetés hazafele, mert addig egy kicsit lefűzöl, megúszol, hogy talán tudjál már aludni, mire egyáltalán hazaérsz. Tehát, hogy nem én vezetek, hanem most a fülöpítő vezetett, csak a csücsörgök. Safi őred van, érted? Igen, hát igen, ott ülök, mint egy ilyen anyós, tudod, akit kiszipkáztak csak már. Én szeretek ilyenkor vezetni, jól esik. Tudod, le is engedsz egyébként. Kicsit úgy lefűzöl, igen, van egy ilyen ás, és akkor utána hú, hát az jó. De hát nyilván te többet nyomsz, meg nem is kell kockáztatni, tehát kipihenve beül egy sofőr mellé, és akkor ő elvezetked, jó az úgy. Jó az. Hát igen, meg az van, hogy szerintem nem mindenhova jó menni különben. Tehát van onnan jó hazajönni, van onnan nem jó hazajönni, és egy idő után, amikor meg mondjuk heti 5-öt mész, akkor meg már úgy félsz is tőle valami kicsit, eltörik, hogy úgy. Ugye? Igen, még igen. Még az első kettő oké. Okay. Igen, igen. Én rengeteget mentem egyedül, szerintem tudom én, hogy 200.000 kilométer biztos megtettem egyedül, de... Na, hát most nem ennek van itt az ideje. És jogosítvány nélkül lesz, mint így hozzá. Így van, ezt tegyük hozzá, hogy nem volt jogosítvány. Nem, üzemanyag, ami autó, nem jogosítványjal. Hallottam ezt már oly sokszor. A klasszik. Na gyerekek, egy fontos tanács, már így korán reggel ülök a WC-n, nincs WC-papír, a gyerekek és a feleségem alszanak, itt ülök papír nélkül egy porció társaságában, mit csináljak? Hát, haver. Zsákos porció, vagy ilyen kiürítős? Mind a kettő jó nekünk. Nem jó. Jó nekünk? A zsákos, mert az befogja a kiürítő, hát, és az azért. Hát a zsákos megfogja, kicseréled a zsákot. Hát a zsákot használod a vécépapírra, az visszalakadod, és aztán panaszkodod, hogy miért ilyen büdös ez a porszívó. Igen, kiveszed a zsákot, a fogaddal összetéped. És fogd a feleségedre, hogy már megint mit forszívóztál össze. Így van, nézzük, mi van a tartályban. Lehet, hogy van már egy akkora pormacska, hogy az már szinte vécépapír. De várj, próbáljuk, hogy nem a porszívót használja. A porszívó csövét elnyújtja a törölközőig, oda szívja magához a törölközőt. És a törölközővel megoldja, amit meg kell. Lehet, hogy nincs törölköző. Lehet, hogy nincs törölköző. Szívat csak fürdőszobába. Rossz gondolat, mert a porszívó felébreszt a gyereket és ez a családot. De akkor már jó, mert ha fölébrednek, ők tudnak hozni WC-papírt. Igen, viszont akkor már csak simán fel kéne. Akkor kihagyja ezzel lépést, és akkor csak mondod, hogy kiürítős bakker, azt írja, kiürítős. Kati! Zuhany, nagyon jó. Zuhany, az legjobb. De ez egy sima budi. Sima budi. Nincs egybe a zuhanya. A klasszikus, kinyitod a kis ajtót, és szembe ott van veled a fajansz, mosdó. A fehér. De csartályos vagy sima? Ott ki van a tartály? Mert tartály, nagyon jó. Hát na? A tartály, fölé ülsz, fölé telepedsz, és kicsit így legyezed magad, belfele. Az egy jó megoldás. Jó, egy kézmosót sincs. Hát egy kézmosót csak van a budiban. Fürdőszobai szőnyeg? Így nagyon fontos. Jött is valami, ez is egy fontos kérdés. Mert ha csak ülsz rajta, akkor állj föl, nincs olyan nagy baj. Alsónadrág? Ó, tényleg. De most mit tesszük a fejünket, amúgy eljátsszuk ezt az egészet, miközben úgy is tudjuk, ami történik, hogy egy kicsit rogyasztott térdel, letolgatjával fog eltotyogni a másik helyiségbe. Igen. Vagy még egy nagyon jót a WC-kefem. Az még egy nagyon jó. Az is jó, Barnéria, ha van kutyátok, akkor hívd be. Igen, alsónadrágban megoldod, kitörlöd és kidobod. És hát kidobod. Ez egy jó megoldás, az is jó egyébként. Szóval vannak itt jó megoldások. Szerintem az illető már szarossággal áll ott és keresi a maradék papírról a Szilviákat. Igen, valaki csak annyit írt, a feleséged már nem alszik. Hát gyerekek, ez komoly, igen. Tessék cserélni a WC-papírt, igen. Porszívóval egyébként simán tisztítod, bedugod, cívóra teszed és hadd szóljon, attól, nem? Hogy milyen fancy porszívód, vannak azok a nedves porszívók, tudod? Igen. Ez teljes tisztítás gyakorlatilag. Megoldottuk gyerekek, ezt korán reggel már megoldottuk, úgyhogy... Azt mondják, hogy töltsd le a WC papír alkalmazást. Milyen az állaga? Tisztek, akihoz nem kell papír. A prüszkölős, akkor nagyon jó, viszont prüszkölős mérgevén szólítani. És még azt mondják, hogy nincs emberiség, vagy emberség az emberekben. Látod, hogy megoldottuk? Szorult helyzetben vagy, és itt nyüzsög mindenki az esemes van. Nedves törlő sincs, milyen háztartás ez? Felállsz és elmész WC-papírért. Vannak a szigorúbbak, vannak a megengedőbbek, vannak a kreatívok, tehát mindenki megjelent azonnal erre a kérdésre. Engem az érdekel, hogy ilyenkor, amikor így kemened el WC-papír, akkor hogy jársz? Úgy jársz, hogy próbálod elkerülni, hogy összeérjenek a farpofáit, hogy így nullára csökkensd a... pedig zársz. Igen, nullára csökkensd a problémákat, vagy pedig össze, hogy mindegy, és kisétálsz, mint egy férfi. Melyiket választod? Akkor viszont ugye nagyobb... Összezárok, ne csöppenjem, ha csöppenne. Ja, ez sokat elmond az emésztésedről, Feri. Kicsit többet megtudtunk, mint amire számítottunk. Ilyen nagyon nyomorult, szikrázott érdekkel, ilyen rogyasztva elsétált. Úgy, hogy a jobb kezedet alá teszed. De közben nem kell azt mondani, hogy hop, 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 hop
Jaj, gyerekek, na jó, hát megoldottuk ezt a problémát. A robotporszívó még jól is lakik, azt írja valaki. Jaj, de rossz. M585, M80 Sopron felé nyoma sincs a hónak. Nagy, nagyon fontos jelentés volt. Köszönjük szépen. Diósdó lehet, de itt felénk csak csíra eső, írja valaki. Igen, hát nem sok helyen volt hó, nem sok helyen volt hó, gyerekek. Meg még azért ez se hó, amiről te beszélsz. Ez se hó, az el fog olvadni, nem lesz, ebből nem lesz igazából túl sok minden. Jó, úgyhogy lehet akkor jelentkezni a ma reggeli játékunkra, gyerekek. Elindulunk, lesz még egy praktikerjáték. Csak mondom, képzeld, de tegnap legyőztem a Ferit praktikerjátékban. Gyerekek, olyan jók vagytok, mint az állat. Legyőztem, fenyőfát kellett vágni, dekopír fűrésze. Figyelj, olyan voltam, mint Dar 88-os Szóulba. Úgy mentem, úgy vágtam. De hogy? Egy nagy pozdorja labba be volt rajzolva mint és akkor azon kellett végigmenned, hogy kivágd a fenyőfát. Mondjuk utána megnéztem a mintát, nem nagyon követette se. Hallod? Olyan verseny volt, nem sima. Olyan verseny volt, érted? Komoly, de nem komolyan vettétek? Szemüveg. Fia, bármit el akarsz nála érni, hogy megcsinálja, a versenyhelyzetbe kell állítani a Balázs. Csak az, hogy hopp! Én versenyló vagyok, csak akkor indulok. Igen, de bármiben jó, bármit meg tud csinálni, csak a versenyhelyzet kell neki. Ezen gondolkodni fogok, mert hogy ez mi jó jöhetett rá. Igen, ha versenyhelyzet van, akkor nagyon-nagyon be tudok indulni. Kaptatok mindenféle védőfelszerelést, nem vágottak semmit le? Hát védőszemüvel kesztyű, nem sokat ért volna, én a kábelt majdnem elvágtam. Igen, kollégák sikítottak is. Ma mi lesz? Centire. Ma szerintem azt a fenyőfát, amit tegnap mi kivágtunk, azt föl kell díszíteni szöggelkalapáccsal. Szöggelkalapáccsal. Aha. És akkor belekeverni, és akkor fel kell akasztani a gömböt? Mert akkor ez egy külön adás lesz, csak mondom. A gömbfölakasztás. Én is dekopírfűrészezni akartam, és akkor rossz napon jöttem dolgozni. Nem baj, ma csinálunk még valamit. Egyet, jó? De mondjuk az Ákos irodáját meg lehet dekopírfűrészezni. Imád, sőt a vezérigazgatójét is. Jó, oké, legyen valami. Igen, úgyhogy jó lesz, ma is lesz 100 000 forintos praktikerjátékunk, gyerekek, úgyhogy majd arra is lehet jelentkezni, de még nem kell, jó? Még nyugik a tűzike, úgyhogy... Azt írják, hogy nagyon lihegett itt valaki tegnap, melyik kötök volt? Én. Úttoltam azt a pozdorja lapot, hogy nagyon-nagyon-nagyon durván, és tegnap megtörtént az, ami két éve lassan nem történt meg, vagy másfél éve, nem volt kedvem edzeni. Azt mondja, szilárdult a székleted ezen. Bepisültem éjszaka újra. Ennyi? Vége? Lefűztem, gyerekek, vége az évben. Nem volt kedvem edzeni. Elmentem az edzőhöz. Üdvözöllek a világomban. Oxiba, és mondtam, hogy jó, leültem, megittem a kis sékemet előtt, és megírtam az Iminek, én nem tudok ma bemenni a terembe. Nem, egyszerűen kész elfogytam. Nem valami összetört. Vége az év végének. Simi, erre mit mondott? Oda jött, és azt mondta, akkor ez ma könnyű lesz, öltöz. Úgyhogy fölöltöztem, és bementem a terembe. Akkor ma nem toljuk meg nagyon. Na, 2 perc volt, találkozunk a teremben, és akkor átöltözöl, és leedzel sajnos. De elmúlt az év, nem azzal a lelkesedéssel. De egy lazát edzettünk, csak egy ilyen könnyű, beszélgetős, évvégi lezárós. Igen? Visszahelyezték az országba az oktatója, a pilates oktatómat, mert most valami Ausztriában volt valami pihenés céljából. Nem támogatom, hogy pihenjenek, akiknek nekem kéne pilates tornát tartani. Nem kell ennyit fizetned neki, túl sok a lóvé. Igen, visszajött, és most szét fogom pilateszezni magam. Úgyhogy pénteken nagyon szétcsúszanak a lábaim, amikor bejövök, mert annyira belazultam. Akkor azért az zsiráfbébi. Vigyázz, oda kuporodunk. A jó melegbe, ott a jó, ilyen fagyos. Elalszunk a kis jurtába ott akkor. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt. Jó, fél hét van, jelentkezzetek akkor játékra, jó? Csak mondom, hogy a mai praktiker játékunk, hogy fényfüzérszögelés a tegnap kivágott, többé-kevésbé fenyőfa alakú USB lapokra kell 10-10 darab szöget kalapács segítségével rögzíteni. Az nyer, aki előbb beüte 10 szöget a fényfüzér, végig rakja a táblám. Aj, nagyon jó. Az én karácsonyfámmal jobban jársz, mert nekem fél karácsonyfám. Hallod? Micsoda? Az IKEA bútorok nagymestere levágott egy fél karácsonyfát. Azért, mert láttam, hogy nagyon, nekem ugyanis kicsúszott a penge a izéből, a szerkezetből. Jó, nem állt bele a tehát térdebbe. Nekem ugye vissza kellett azt tenni, ezzel időt veszítettem, és gondoltam, hogy egy ilyen húszáros vágással az egyik felét. Levágta a pályát. Azért, mert ez nagyon szépen beállítható a falhoz. Jó, ezt levágta tudom, a pályát, érted? Ezt elmondom neked, ezt miért kaptad, azért, amiért hétfőn bojkottáltad az én tisztességes vereségemet. Nem bojkottáltam, már mondtam, göcsört volt a fában. Göcsör. A sors visszavágott. Uh-huh. Majd most meg. Na jövünk, gyerekek, jövünk mindjárt. Jó, fél hét van, ébredezzetek, itt vagyunk a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3-4-7 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. M1-es, M0-ás, Szigethalmi lejárónál két kamion összekoccant, leállóban állnak. Gyerekek, már most alakul a torlódás, köszönjük szépen. Ha van friss, akkor küldjétek. Szólsz pedig.
Be vagy nem nyomva. Szólsz. Nem, nincs. Hát már úgy értem, hogy nem, az R-gombod van kinyomva. Most próbál? Nem, az most. Az a Gyulus, rácsapok a kezedre. R-gomb az kinyomódott valamiért. Na, itt vagyunk. Mit keresztél, vagy mit mondtam? Az R-gomb az a Rákóczi? Igen. Rákóczi. Igen. De várjál, nem jó, mert a Ráskó is lehet. Szerintem engem Pufi néven mentette. De nem tudjuk pontosan. Nem mondom meg, hogy megtudom. De ennél sokkal durvább neveitek vannak. Ja, azt mondom, nagyon megnézünk. Tudod, Balázs itt nagyon eljátszott, nagyon más ember lett, és akkor megnézünk a telefonját, és mindenkit olyan gúj nevek ellen, nem tudom, minden. Igen, de ilyen nagyon durván. Anyu, hogy ne hívjál föl, ha itt a telefonom, mert akkor lebukok, hogy igen. Apa, recskamester, hív. Szevasz, Ferikém, műjúságot. Jól vagy, műjúság. Ja, Istenem, Róka is itt van velünk, Feri egy gyors forgalmi a városi nyárban erősen torlódik. Kösz, Róka. Annyit segíts már nekem, Eszter, hogy ti nálatok Nyíregyházán a sólyom, sas meg egyéb ilyen állatok, azok ehető kategóriában minősülnek-e, vagy tartoznak-e? Sólyom, sas. Most ünnepek körül már igen. Igen, jó. Az, okay, hogy, okay. Hogy, ha nem, közmunkás van a közelben, biztos. Ez nem ez nálunk volt, Szabolcsban a páva evés? Mi volt? Ott volt a páva evés. Vagy valami, hasonló, vagy nem páva, valami más volt, az nem páva nem, volt. Nem, mert az. Most galambokat akartak riasztani őjvel. Érted? Kiment az őjvész, kezén az őjv. A kis hozzátenni, hogy ez állatvilágban is rasszizmusnak számít, csak mondom nektek, igen. A melyik része? Hát, hogy az őveket a galambokra ráküldik. Hát de most muszáj volt, megmondom, a galambok elleptek valami fontos épületet, kijött az őjvész, levette a kis sapkát az őjvről, aki elhussant. Az őjvnek az a tulajdonsága, hogy miután visszahussan, ugyanúgy visszaszáll a gazdája kezére. A gazdája azóta is ott Nyíregyháza főterén. Tartja a kezét. Tartja a kezét, hogy hát, ha visszajön az őjv. Hát, mit csináltok vele? Mondjátok meg, hogy hol az őjv? Leszették. Hát, szóval az őjv az megunta ezt a bánásmódot, ami volt. Rabszolgatartást, mi? Ide figyeljetek, én nekem semmi bajom nincs a galambokkal. Én nem tudom, miért csináltatok ezt. Most mindenki azt gondolja, hogy seggfej vagyok. Ez egy szabadságharcos őjv. Ez egy szabadságharcos őjv, igen. Igen. Valószínűleg felfalták a szomorú történetet, egy söréttel alászedtek neki. Hát lelőtték. De az őv az nagyon karnincolós. Megsütötték. Meg a nagy csőre van, meg minden. Én nem barátom. Nehéz meg. Időket élünk, megesznek ott mindenfélét, arra felétek. Figyelj, aki egy őjvet puszta kézzel meg tud ölni, az szerintem az már tényleg kicsiből esve. Nem mondta senki, hogy puszta kézzel, ott a megoldás a sörétes. Simán lelőtték. Sörétes? Hát amikor átrepült a kondorkesei Magyarországra. Öt darab van belőle Európában, vagy 8. Mit átrepült Magyarországra, mi történt? Uf. 2 perc van benne volt a sörét. Nem mondod komolyan. Madár csinált, hogy csaj eladót találták. Üdvözlünk meg. Magyarországot. És se hozott, igen. És a farkas. Hát és a farkas. És, a farkas. És akkor még sorolhatnánk. Berepült a madár, az nagyon védett, túlélt 8 kontinens, kicsit berepült így a határmentén, ahogy berepült, már kapta a golyót. Tőlünk semmi nem tudja megvédeni. Érted, a magyar vadászok nem szórakoznak, már tisztelt a kivételek. Hát ezek nem vadászok szerintem, nem? Hát ilyen, igen. Orvadászok inkább, ki az Isten lőle egy ilyen madarat? Kisebbségi komplexusok inkább. Abszolút. Igen, kiskörén ették meg a pávát, az volt. Nem tudom, hol van kisköre. De ott tényleg megették, a ugye? A víztározónál. A víztározó mellett konkrétan. Mellett közvetlenül. Igen, nyíregyházi kordonbőjv. Júj, de jó. Júj, de nagy kordonbőjv. Júj, de jó, megjött a napesemese. A nyíregyházi kordonbőjv. Az abban már sonka van meg, sajt, hidd el. Le se húzták a tollát, az azonnal ment a tepsibe. Jó kis trapistát megkapta rá, érted, aztán hadd szóljon. Azt írja itt az egyik szabolcsi kollega, hogy ő mint nyíregyházi lakos, inkább ilyen kesejű területnek jellemezni ezt a részt. Igen. Így is van, a tollából seprűt, a bőréből derékövet csinálunk. Az a madár már fel van dolgozva. Ezt fog külni január elején, nagy tollas kalapban, majd akkor ne lepődjetek meg. Igen. Ennyire jó nálunk a légvédelem, érted? Ennyire jó a légvédelem. Ha berepül, érte, elkapta a gurulat, azonnal vége van. A tollából seprűt, a bőréből meg derékövet kell csinálni. Ja, derékövet, akkor rosszul van, szóval derékövet. Igen. Ez egy őjvön alulítés volt a madárnak állítólag. A fekete párduc is eltűnt, volt fekete párducunk is. Micsoda? Volt fekete párduc. Az is eltűnt. Hattyúevés. És megették a hattyút is. A hattyúkat is, azt meg a Balatonnál ették ki. Mondja valaki, hogy azért nem jó a magyar konyha, érted? Minden. Ha bejön egy zebra határon, azt is lelőnénk és megennénk. És ez meg a jobbik eset. Csak ezt történik meg vele. Igen, nem emlékszel a fekete párducra? Nem, csak állatos énekesből. A kis bagira megszökött, igen. És hónapokig voltak róla fotók. Itt látták, ott látták, fekete párduc. Aztán egyszer csak hát felszívódott. Valószínűleg valakinek a szobájában már ott ki van nyúvasztva az a kis fekete párduc. Szerintem, hogyha egy hozzám hasonló ember kaptál, akkor már fel van hízlalva, az ott fekszik a radiátoron. Enged, mi? Igen. Ennyi.
Ezt a szomorú történetet Nyíregyházán nagyon hamar feldolgozták. Van a nyíroznak, az a titkos összetevő, amiről nem beszélhetünk. Ideg is, hogy kell valami hús a nyírozba, így van. Igen, nőfös volt, és ezért lehetett egyébként, úgyhogy őve vagy hajva a történet. Ez egy nagyon szomorú történet, Steven Seagal a főszerepben, őve vagy hajva. Így van. A nyíregyházi vaskupola. De jókat írtam. A nyíregyházi vaskupola. Megfogta a nyíregyházi vaskupola. Érted? A nyíregyházi légvédelem az Izraelben nincs légvédelem. Nagyon híres. A vaskupola az mindent leszed, igen. Kunmadarason a gólyát is megfőzték. Azért az is kemény. Ugye? Szegény madáron nem sok hús van. Ja, tehát van egy hosszú csőr, van két vékony láb, meg van nagyon pici hús van rajta, nem sok minden. A combját kikéri. Hova szállt a madár? Leszállt valahova? Leszállt a, hogy hívják rá, a vezetékre, tudod, és ott összeért a két vezetéken, megrázta az áram, beesett az udvarra, de mire már leért, addigra kondér forró víz már ott fia, ha megrázta az áram, annak csak narancsot kell tenni a szájába, nem? Abban a nagy csőr, de minden belefér. Meg is vagy azonnal. Miről meg besózod, érted, mire beérsz a házba, már tálalhatod is. Hát az úgy teljesen jó. De amúgy szerintem annak nem ilyen fekete húsa van, amúgy a gólyának, úgy képzelem el. Nem? Nem? Csak én gondolom? Nem tudom. Hát a ragadozó, nem. Valaki, aki meg kóstolt gólyát, nem fog ítélkezni. Igen. Ózdítóba pirányá volt állítólag. Azt is megették. Megették egy pirányát. Mint a húzat úgy megették. Nem szórakoznak itt, érted? Hát nem válogatunk. És az ember éhesen. Jézus Istenem. Nagyon jó. Megnézem a háziasszony arcát, akik odalakik majd, tudod így a... De az is lehet, hogy beesett a vízbe, és lehúzta valami ővény. Jéka, jéka, oda néz, ővény. Lehúzta az ővény, jéka, oda néz. Oda néz, jéka, ővény. Most én nagyon jókat küldnek, hallgatok. Rájöttünk a legjobban, ezeket a beteg sztorikat szereti mindenki. Nem kellene ide hírek, meg gondolkozunk, hogy mi legyen a téma. Kell mindig találni öt teljesen lehetetlen hír. Megették az ővőt nyíre, kész vagyunk. Jöhetnek a megoldások, meg vagyunk gyerekek. Nem kell itt milyen szántó gondolat, nem kell ezt túl gondolni. Hát, és ami nem őv meg, az megerősít. Így van. Jó, ide jó. Ami nem őv meg, az megerősít. Nagyon jó. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok! Szia! Jó reggel! Nálatok vizsgára a rendőrség ővédelem volt. Állítólag nem hibázott a kilőt, mert ővédelem bőlött. Hogy hívnak? Mi újság? Ki vagy? Várjál, nézzük. Móni vagyok, oroszlányból, sziasztok! Hello, Móni, hello. Oroszlányból, nagyon jó. Mivel foglalkozol? Kozmetikus vagyok. Kozmetikus? Nagyon jó. A tanás. Miért örültünk most meg ennek ennyire? Nem tudom, csak azon gondolkozom, hogy oroszlányt miről nevezték el vajon. Lehet-e már erre tudni? Jó kérdés, igen. Hogy valaki rosszul ejtette az állatnevét, vagy sejpített, vagy oroszlányra gondolt. Valószínű valami ilyen sztori lehetett, csak gondolom már itt a leíratokban már ezt nem írják le úgyse. Hát azt már nem fog kiderülni. Igen, ez már nem fog kiderülni. Igen. Kivel játszanál? Kit választottál? Eszterrel. Nagyon tegnap jó. Tegnap úgysem volt, úgyhogy gondoltam akkor egy ilyen bevenegítésnek. Egy virtuális szempillaépítést hajts végre akkor rajta. Egy 3D-set, egy 5D-set kérlek. Igen. Egy 5D-set, jó, mindenképp. Mehetünk? Tessék? Azt kérdezi, hogy mehetünk. Hogy mehetünk-e, felkészültél-e? Persze. Na akkor. Olyan készültségben, hogy már nem mert válaszolni. Igen, már nagyon rajta van a játékot. Engem nem kaptok el! Igen, én oroszlányi vagyok. Na jó van. Hát akkor 3-2, tessék. Engem az érdekel, szia. Miket szoktál csinálni munkakörödön belül pontosan? Kezeléseket szoktam csinálni, szempillaépítést, most már sminktetoválok is, amit imádok. Volt már olyan, aki allergiás volt a tetováló festékre? Hát, dehogy. Én lehetnék az első. Komolyan? Abszolút. Allergiás vagyok a PPD-re. Képzeld el. Találkoztál már ezzel? Aha. Hát, mostanában végeztem igazából a képzést. Szóval akkor még csak a férjednek van kitetoválva a szemöldöke. Persze, természetesen. A kutyáknak. A család élvezi elsősorban ezt a szenvedélyt, úgyhogy szeretném én is megkérdezni, hogy milyen most ez, hogy ennyire korán kell kelned. Elbillegtük, igen.
Ugye egy hallgató, megőjbülök, olyan jó játék volt. Ők megőjbültek már gyerekek. Annyira izgultam, hogy nem is tudom, hogy kimondtam-e valamit. Semmit nem nagyon mondták. Semmit, szavakat sem nagyon. Nem is beszéltem. Nem nagyon beszéltem, de így viszont ehhez egy jó kötintott szó. Igen, eltelt. Ja, Istenem, ezt is ügyes volt. Jók voltatok. Elbillegtétek ezt a dolgot. Igen. Igen. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj, van egy nyereményed. Gratulálunk! Nyereménye egy családi belépőjegy az Indoor Pirate Minigolf UV birodalmába, az Indoor Pirate Minigolf felajánlásával. Na? Nagyon szépen, köszönöm, a fiam ezt imádni fogja. Nagyon helyes. Igen, nem fogják ezért kinevetni raktuk a tetovált szemöldöké miatt valahol, tudod? Igen, valahol elfogadják. Na jól van, köszi játékot, ciao. Köszönöm, szép napot nektek, sziasztok! Ciao. Na jól van, gyerekek, hát így állunk akkor már. Azt írják, hogy amely kutya ugod, az még nyers. Ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Ez van kiírónánk a városkapura. Illetve egy új nyíregyházi köszöntés van, Őjvendek. Ezt vártam, mindenki vezesse egy nyíregyházán, Őjvendek, jó? Így kell köszönni, mi ma egészen így fogunk köszönni, Őjvendek. Ja, Istenem, na jól van, jövünk mindjárt 5 perc, a pontosan 7 óra, friss közlekedési híreket küldjetek, mi pedig jövünk mindjárt. Akkor egy rövid szünet, folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Na itt is vagyunk, jó reggelt, 7 óra után 4 perccel, hello, drága hello, hallgatók. Léci, oldjatok fel Viberen így 3 év után, nem hiszem, hogy le vagy tiltva, de majd megnézzük, legalábbis nem látom. Sokan túlmisztifikálják a jelentőségüket olyan szempontból, igen, hogy igen. Nem, vagy nekem se ír vissza, mit gondoljátok, hogy nekem vissza? Nem vagy, de szerintem nem vagy letiltva, vagy így nem, én nem gondolnám, de... Honnan veszük észre, le van tiltva? Ez egy jó kérdés, mert ugye nem veszük észre. Nem kapjuk. De ő SMS-be küldte ezt, hogy oldjuk fel Viberen. Mi lehet itt a probléma? Mocskos dolgokat írogattál? Jó, most írj egy Viberest is, hogy látunk-e. Igen, küldte egy képet a szottyat péniszedről? Igen, egy szottyat péniszedről. Akkor csak átrakunk egy másik mappába. Meg is jön, igen. Igen. Szóval nem, nincsen most, nem túltunk, nem tiltunk senkit, gyerekek, ez a helyzet. Jó, praktiker játékunkra még nem kell jelentkezni, szólni fogunk, és hát ez a helyzet, Szújó Zolit nem akarjátok évni Forma 1 kapcsán, mert van, akkor megcsörgethetjük, véget ért a szezon. Fogalmam is, hogy mi történt. Leesett a hó, és megnyerte a srác az autóval. Az autóval, egy ilyen gyors autóval bement a célba. Ennyi, és többször is az évben bement, igen, és ezért ugye az ezért évben végzett. Ő állt a tabella elején, és valószínűleg világbajnok lett. Ilyen ez. De fejfotjuk az Olit valamikor abszolút, tehát hogy biztos az ő év tiltotta le, írja valaki, ez fontos, hogy lehet, hogy nem mi tehetünk róla. Ez az ő volt. Már nyomoz a rendőrség. Igen. Ma övözni fogunk, ha valaki hallott a hét előtti megszólásunkat, tudja miért, ha nem, az csak úszon az árral. Ma mindent az ő perspektívájából közelítünk. Úristen, hát nem én vagyok a büdös, hanem a kenyered. Hát az nagyon büdös. Azon gondolkodtam, ide szart az ő. Most elengedem. Jó, lényeg. Csak elengedem. Ugorj egyet ilyenkor. Gólydöflom. Megkóstolt a fejlek a gorgonzás sajtkrémet, és azt hittem, hogy nekem a hallítan szagom, de aztán átnéztem a pulton, és látom, hogy ott van még. Nekem is. Okay, ezt én sem tudom megenni. Így emeltem a szám felé, és így megéreztem, és visszatettem. Szarvas gombás gorgonzola. Nem voltál te még tegnap, igazán éhes. Tegnap kanállal zabáltad. Igen, merő kanállal zabáltad a gorgonzolát, igen. Ja, Istenem. Na, ő vezérteli, minden rendben. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Vigyázzatok, mert ott azért sok minden történik. Köszönöm annak, hogy figyelsz rám is, jött egy ilyen SMS. Gyerekek, ma mindenkinek üzenget, úgyhogy ma ez egy ilyen nap. Másnapos vagyok, köszi. Szakadozik az adás kulcson. Hoppá! Uh-huh. A kulcsiak. Úgy érzik, hogy szakadoznak. Paks felé van, az nem rossz hely egyébként. Oké, akkor megnézzük. Tudjátok-e még, hogy mi történik Nyíregyházán azon túl, hogy ti nyíregyháziak ölyvöket esztek? Úgy látszik, ma ez Nyíregyházam a körbe. Hogyha összefüggés van. Ma mindjárt megfejtjük. Mi van, gyerekek, nagy dolgok tanul történnek Nyíregyházán. Hát akkor Metropolis lesz ez a Nyíregyháza, tehát oda néz. Én imádom Nyíregyházát. Nincsen jobb hely Nyíregyházán. Nincs. Egyrészt ugye ellelövik az ölyvöt, vagy megeszik, nem tudjuk. A gazdája azóta is felemelt csuklóval várja, hogy az ölyv visszaszálljon a kezére. Nem tudjuk, hogy hol van ez. Szóval kínálni ennek a fickónak, nem? Olyan jól néznek.
Az ővész. Az ember, aki 20 éve keresztül várta, hogy az ő visszaszálljon a kezére, de sajnos nem történt meg. De hogy állítólagosan, hát mi van ott, kérem szépen? Mi van ott? Nyíregyházán tanul a gánai király. Ne hülyéskedjél már! Azt a mindenit neki. Tiszta Amerikába jöttem, gyerekek. Melyik egyetemen? Nem Eddie Murphy azért a karakter, azt mondhatnám. Nem Eddie Murphy, de ott van ő. A paplanyában, jön ki az aulába. Hát nagyon sok kérdésem van az üggyel kapcsolatban. Egy, mit tanul a gánai király? Kettő, mit csinál itt Nyíregyházán? Három, miért ül egy csávó mindig mögötte, és tart egy esernyőt a feje fölé? Mi történik Nyíregyházán? Beázik az egyetem? De ekkora a baj? Távolabbról kell induljunk. Először is induljunk onnan, hogy a Nyíregyházi Egyetem, mint intézmény. Nyíregyházi Egyetem. Nekem is még egy kicsit nehezen jön a számra, hogy, hogy egy oxymoronnak érzem. De ettől függetlenül nagyon büszke vagyok rá, és hajrá Nyíregyházi Egyetem. De hogy onnan kéne indulunk, hogy volt egy nagyon híres himnusz, amiben felépített a marketingét a Nyíregyházi felsőoktatás, ez pedig a Jó Nyíregyi Főiskola című szám. Jó Nyíregyi Főiskola. Jó Nyíregyi Főiskola. Ide kell szerintem, csak hogy lássátok azt, hogy miért volt ilyen vonzó ez a gánaiaknak ez az iskola, ami azóta már egyetem természetesen. Tényleg Gánából annyi felé tudnál menni, miért pont Nyíregyház? Szerintem a YouTube miatt van amúgy. Azt mondta a fickó, hogy azért jött, mert ez természet közel az egyetem, és ez így van, mert ott van a sóstói erdő bele, de... Természetesen eljött Gánából Nyíregyházán, azért a Gána Nyíregyháza között van egy-két természet közeli egyetem. Hát igen, de az egyik sem annyira egyházi. Tudod? Jó. Nagyon fontos kérdés. Mit csinál az űrge folyamatosan egy esernyővel a feje fölött? Ó, én bent is. Bent az bent is. Nem bízik a helyi infrastruktúrában. Nyíregyházi egyetem, csöpög az eső. Kíséri a gánai királyt egy űrge, aki esernyőt tart a feje fölé, mindig, nappal, éjszaka, sötétben, épületben, épületen kívül, ott van. Igen. Az esernyőt a feje fölé. Mi történik? Az esernyőre azért kell odafigyelni, mert látszik, igen, hogy ezt a KGST piacon vásárolták, tehát ez már egy helyi beszerzés. Igen. A másik pedig, hogy van egy csomó ellentmondás az interjúban, végignézte, és nagyon jól szórakoztam. Például elmondta, hogy ő szeretne elvegyülni. De csak az esernyő miatt nem tud. Képzeljétek egy full fekete embert egy szemüvegben, egy esernyővel, gánai népviseletben. Hiányzik az első foga. Egyetben úgy néz ki, mint a Józsi. Igen, felgyűlök házat. Na várjál. Igen. De ez sokkal keményebb a szitu. Mindez egy narancssárga, ilyen nem tudom, lepelben. Nagyon jó. Rácsodálkoztak a Nyíregyházi Egyetemen, hogy egy igazi király tanul náluk, amúgy valójában egy törzsfőnök, de a lényeg, hogy nem tűnt fel neki, hogy van egy faszi, akinek a feje felett mindig van egy esernyő. A fog elvesztése az már itt történt, az első megszűrfon. Már a gyors forgalmi kiszedték neki. Tehát az volt, hogy leszállt, mosolygott, azt mondta, üdvözlő Magyarország, aranyból volt, azt úgy kikapták a gyors forgalmi mintahelyzetet. Azt mondták, hogy Isten hozott Magyarország, úgyhogy már nem is volt szemfoga, aranyból volt, vitték, mint a húzat. Ő annyira szeretne beilleszkedni, hogy elhozta magával a 19 éves fiát, akivel szintén együtt fognak tanulni, vagy együtt tanulnak, csak ő más szakon, és ebben a kollégiumi szobában lakik. Felfoghatatlan. De azt mondta, hogy úgy be akar illeszkedni, hogy be is költözött a kollégiumba. És tehát a kollégiumban lakik, de van egy fickó, aki folyamatosan feltett alatt egy esernyőt. Azt nem tudja, hogy ő mit csinál. Szerintem ő egy tekes, aki átszázza magát, és követi a gánai királyt, az nem lehet. De hogy van egy 4 négyzetméteres kollégiumi szobájuk, és ott alszik ez a fickó, és ott is tartja esernyőt. Szerintem alvás közben tartják, nagyon el tud vegyülni a gánai király. Abszolút el tud vegyülni, mondom, szemüvegben, népviseletben, feketén, egy kék esernyővel, egy lilahajú emberrel, aki követi és esernyőt. Konkrétan... Én is mindig így jártam egyetemre. Igen, úgy, mezitláb, hozzáteszem, és úgy, hogy konkrétan így szoktam kinézni, amikor megyek ki a volt futárért szombat reggel, azóta férjem mögöttem, hogy ne ázom meg a megizacskó. De azt nem lehet, egyébként nagyon fontos, nem lehet, hogy fél, hogy megtámadja az őjv. Vagy leszarja. Vagy csak tudnak az Nyíregyházán megevető övről, és tudják, hogy ez az őv még visszatér, ezért fogja az esernyőt. És valaki lesz sem áll, hogy milyen márkázott az esernyő, mert ez szerintem a légitársaságtól hozta el. Egy vízeres logó, van rajta, vagy egy Ryanair-es logó van rajta. Hogy a fogával az őv lépett meg. Igen. Állítólag szóvicekben bővejkedik a gárnai király. Egyébként egy nagyon cuki teremtés. Nagyon. Tehát egy végtelenül aranyos teremtés, már csak azt kéne meg... Olyan fia. Ő a fia? Fehér, akkor ő nem a tőfőnök, hanem ő a fia. Kikírja valaki. Igen, de szerintem elég dőjfös. Dőjfös egy kicsit ez a gánai király. Hát szerintem figyelj, egy az egybe tud vegyülni. Fel se tűnne, ha beállna mellém a menzán egy tálcával a kezé, hogy esernyőt tartó palival, én úgy nem venném észre, mint a húzat. Imádja a magyar menzát, imádja, ott tett a paradicsomos káposzta főzeléket. Hát, itt is vagyunk. Tessék. A paradicsomos káposzta főzők. Fasírozottá. Hát végre úgy tud ebédelni, hogy nem kell futnia, érted, az ebéd után hosszú órákat. És itt hívnám fel a figyelmet. Csak a pultról, érted? Nem az, hogy zebrát. Nem teljesen érted, hogy miért van alufóliában a hús. Ez náluk azért nem teljesen így van, de... Viszont nem tudom, láttátok-e, hogy annyira jó a főzők a Nyíregyházi Egyetemen, hogy villával lehet enni.
Hát ez, na, igen, nem sajnálták belőle. Elárul. Nem sajnálták belőle az összetevőket. Igen. És ő is kiállva jön az erkére, mint a Amerikában jöttem. Jó reggel, szomszédok! És te hozott egy kukrajmám! Ez a nyíregyházi főegyetem. Most hát nyíregyházi, nincs erkély. Jaj, nincs erkély. Nincs erkély. Azt nem engedhetik meg magunknak. Azt a mindeni gyerekek. De micsoda kitüntetés azért ez nekünk, és a magyar felsőoktatásnak egyáltalán, hogy gánai királyok jönnek, és esernyős emberek kísérik, és itt tanulnak nálunk. De azért ez óriási. Felvetül a kérdés, hogy hogy hagyhatja valaki a királyságát azért, hogy szociálpedagógiát tanuljon Nyíregyházán? Mert majd hazamegy, és a tanulmányai alapján megmenti az országát. De várjál, ő most is kormányoz, kérlek, meg is mondta, hogy igen, WhatsAppon. WhatsAppon irányítja Gána. Zoom meetingen elirányítja Gána ügyeit, aztán egy kicsit beül újra. Igen. Szóval rád ír a gánai király, hogy légy szíves, intézd el ezt meg ezt, akkor aztán komolyan kell venni. Azt meg kell csinálni, igen. Hát a diplomáciai csere volt, a király jött ide, az ő év ment Afrikába. Azt a mindenit neki. Jó, miért tartanak esernyőt a feje fölött? Mi lehet az esernyő? Gondolkozunk el. Vallási dolog. Tisztelet. Tiszteletjele, hogy ne érje a fény. Na jó, de hát bent. Félnek, hogy nem tudom, hogy nem értem a fényszennyezést. Miért kell az esernyő a feje fölé? A szellemvilág? Ez egy ilyen spirituális dolog maga az esernyő. Tehát hogy miért, hogy ne essen rá egy szellem onnan, vagy mi? Aha. A gondolati kisugárzás. Tehát nem arról van szó, hogy a Nyíregyházi Egyetemen omlik a vakolat. Nem. Fölnéztek, és azt mondták, atyám, itt csak ernyővel. Nem tudom, de küldtek képeket, hogy ezt otthon is csinálják, csak a sokkal nagyobb az ernyő. Tehát ez a mobil ernyője. Ja, hogy ott van egy nagyobb ernyő. Igen, ott is ugyanígy bent is, kint is van, mert hogy általában ez a minimum, amit megérdemel egy gánai király. Aha. Más, és ő a húga volt a királynak az előbb, mert akkor... Többen elkísértek, igen. Stopfotó volt. Igen, ott az ernyős, ez ott van megint az ernyős ember, igen. Na, megkérdezzük a főiskola egyetem tanárát, intézeti igazgatóját, dr. Holosi Hajnalkát, hogy hát mit tudunk a gánai királyról. Halló, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok! Találgatjátok itt ezt az esernyő sztorit, itt arról van amúgy szó, jól mondta Eszter, hogy otthon egy sokkal nagyobb ernyőt tartanak a feje fölé, ezzel jelzik, hogy ő egy nagy méltóság, és ezzel hívják rá fel a figyelmet. Nálunk nem omlik a vakolat, nálunk ez csak egy jelkép, de amúgy nem egész nap így szaladgálnak, csak akkor tartja a segédje feje fölé az ernyőt, amikor felveszi ezt a királyi ruhát, aha, és olyankor ő, mint felség van jelen, akkor például mi se szólhatunk hozzá, de nyilván ez csak nagyon ritkán veszi föl. Egyszerűen nem tudja bemutatkozásakor, illetve most, amikor az interjút készítették vele. Ennek ennyi a lényeg ennek az esernyő sztorinak. Nagyon jó. Hát látjuk, hogy próbál elvegyülni egy ilyen népviseleti, nagyon színes ruhában egy ernyővel a feje fölött. Megy neki a vegyülés egyébként? El tud vegyülni a diákok között? Hétköznapokon nagyon el tud, mert mint mondtam, nem ebbe a ruhába jár. Egy teljesen átlagos 38 éves fickót képzeljetek el, aki nem kelt feltűnést a folyosón, ugyanolyan, mint a többi 200, illetve majdnem 400 most már nemzetközi hallgatónk. Ettől az évtől kezdve közel 400 hallgatónk van az egyetemen, úgyhogy nagyon jól elvegyül köztük, és semmi feltűnés nem kell. Szorgalmasan jár az órákra az egyik legjobb hallgatónk, úgyhogy... Mit tanul, azt tudhatjuk, hogy mit tanul, mi a szak? Vagy igen, országosan egyedülállóan nálunk van ez a szociálpedagógia mesterszak angol nyelven, méghozzá nappali képzésben, és ezen nekünk 8 külföldi hallgatónk van, és ott nagyon jól talán a Feri mondta az előbb, hogy valóban azért van itt, mert hogy Gánában nincsen képítve ez a szociális ellátórendszer, és ő nagyon szeretné majd a tanulmányai befejeztével, aha, ezt ott kamatoztatni. Tehát valóban ezért jött, nagyon szorgalmas, és ezért akar itt megszerezni ezt a diplomát, illetve én azt gondolom, hogy leginkább a tapasztalatot és a tudást, hogy utána ott tudja kamatoztatni. Azt tudjátok, valóban, hogy miért pont Nyíregyháza? Tehát, hogy ült Gánában. Igen, válogatott. Nyújtózkodott egyet, és azt mondta... Hát ezért mondtam, Magyarországon csak nálunk van ez a képzés, illetve megkérdeztük tőle, ugye ő bejárta nyilván a világot, azt mondta, hogy nagyon biztonságos Magyarország. Tehát, hogy ő New York, stb., tehát, hogy sehol nem érezte magát ilyen biztonságban. Mondjuk Nyíregyházán ott ugye minden megtörténhet, látva, vagy hallottam is, hogy Nyíregyháza volt a fókuszban. Hát azért tudjuk, hogy Nyíregyháza nem maradhat ki a műsorból, szóval nekik ez itt nagyon-nagyon biztonságos,
és nagyon sok hallgató ezért választja Nyíregyházát, meg mint mondtam, angol nyelvű képzés, országosan csak nálunk van ez itt a reklámhelye. Igen. És ír valaki, hogy olyan, mint a kormányinfó, nem omlik a vakolat, csak lejön a felesleg. Nem omlik a vakolat. Én nem tudjuk, csak humorizálunk. Egy teljesen átlagos fickó, hogy teljesen láttátok, hogy a menzán eszi a paradicsomos káposzta főzeléket, tehát jól nézett ki különben. Azt szeretném kérdezni, hogy paradicsomos káposzta vagy a király. Mindeket így együtt az egész, kicsit rákívántam erre a szituációra. Hogy a fickó, aki mögött áll az esernyivel, ő pontosan milyen pozícióban van ott, és tanul-e? Ő a segítője, igen, ő is ugyanúgy végzi a szakot, mert anélkül szerintem nagyon unatkozna egész nap az órákon. Ő is végzi a szakot, és ő a segítője, igen, aki tartja az esernyőt, és ők mindig így együtt mozognak. És amúgy a kisebbik fia is ott tanul nálunk. Egy másik fia az meg valami focista volt, de már most nem focista itt, nem tudom, valamelyik pesti futballklubnál. Azt a mindenit, lassan egész Gána ide költözik akkor, azt a mindenit. Nagyon sokan vannak, akkor már nálunk, ez jó. Keresztények amúgy, de én azt gondolom, hogy neki több felesége van, mert azt mondta, hogy neki lehet a pozíciója miatt. Rákérdeztünk, hogy ez darabszámra mennyi, de nem árulta el. Tehát neki népes családja van kint, És az igaz, hogy ez egy ilyen matriarhátus, amiben ő létezik? Tehát, hogy ott az asszony az, aki fogja az övöket? Csak van egy ilyen anyakirálynő, hogy amikor ő nincs ott, akkor igazgatja ő a törzset. Mert ugye ti is jól mondtátok, tehát nyilván az, hogy király, ez egy ilyen nem hivatalos megnevezés, hogy is lehetne egy köztársaságnak királya. Ő ott az egyik legnagyobb törzsnek a vezetője. Sőt, nagyon nagy tisztelet övezi, és jól mondtátok amúgy, hogy Zoom meetingen irányítgatja a törzset, amíg itt van nálunk. Azért ez nagyon, nagyon komoly. Igen. Álltok a segítje, írja a szakdogát, azt írja egy hallgató. Nem igaz, pont, hogy a Márk az egyik legszorgalmasabb hallgatunk. Nem, pont tegnap beszélgettem a kolléganőmmel, aki ennek a szaknak a felelőse, és azt mondta, hogy hihetetlenül ambiciózusan készül és tanul. Tehát ő nagyon-nagyon jó hallgatónk, tehát sok ilyen hallgatót szeretnénk, mint a Márk. Nagyon jó. Ez az igazi neve, vagy ezt választotta magának Nyíregyháza? Igen, mondták, hogy lehet Józsi Béla vagy Márk, és ő a Márkra mutatott. Mondta, nem, ezt tudja. Márk, ez a rendes neve, ez a hivatalos neve. Igen, Józsi visszadobta. Jól mondta, hogy Józsi nagyon átlátszó rende. A Márkot az jobban hihető ezzel a népficsületet. Alfonsz, kicsit szoktak érni. Nagyon szimpatikus kis és kedves embernek tűnik egyébként. Nagyon egyszerű. Be szokott nézni az irodába, keres valami kollektanőt, és akkor én csak kiabálok, mit tudom, hogy Kata, gyere, mert keres a király, szóval visszak így hívjuk magunk között. Nyilván ő persze nem érti. Tanul amúgy magyarul, de hát mondom, nagyon beleérte. De jó, nyilván ő szobában így. Kerüljétek az ember vissza magad. Márk, valamit megírok. Nagyon jó. Klasszikusok. És mit altattok még ott Nyíregyházán? Hadd kérdezzem meg, hogy mi fog még onnan kiesni? Milyen hírekre számíthatunk az elkövetkező hónapokban? Igen, eltűnt egy olyan... Nem tudom, de néha hívjatok fel, azért történik valami, és akkor majd beszámolunk róla. Tehát nálunk tényleg mindig történik valami. És a gólyavató például hogy viselkedett? Gólyabál, gólyavató, ezek a dolgok, hogy mennyire tetszettek neki? Ő abszolút igyekszik szocializálódni, tehát hogy ő azt szeretné, hogy ő itt most mindent kipróbáljon. Azért, aki kollégiumban, azért jár a menzára, ő keresi nagyon-nagyon ezeket a lehetőségeket, és teljesen természetes módon viselkedik, és ő most ezt szeretné megélni. De nálunk amúgy ez tök természetes, tehát a városba is abszolút beilleszkedtek ezek a nemzetközi hallgatók, a legváratlanabb helyeken bukkannak fel, tehát semmi meglepő nincs benne, mikor biztos igazán a szóval rám kanyarodni, az afrikai hallgató. Igen, de nagyon színesítik a város életét is. Igen, hát az ennyire egyházán nem szoktak lenni külföldiek, az ezt lássuk be, tehát, hogy nem tudom elkezdeni magamat, hogy egy ilyen péntek-szombati rendezvényen megjelenik mondjuk a Barbizonba néhány ilyen cserediák, hogy ott, igen, hogy ott micsoda... mi történik? Várják kérdés, a Barbizonba megengedik. Hát ez egy jó kérdés. A Barbizon elég veszélyes, hogy nyílt ezzel, mi is hallottunk ezt azt. Figyelj, a Barbizon, azt nem tudjátok elképzelni, azt mindjárt fogom esemmi az a Barbizon, igen, nagyon fogjátok szeretni. Oda kell elküldeni a Gánai király, tudja meg mi a magyar kérdés. Óriási. Mi is gondolkodtunk rajta, hogy tényleg ilyen autentikus programokra, férje mondta, hogy szaunába is elhívhatnánk. Hát mondom, nem tudom ki
kíváncsi lennék rá, de majd idővel rátérünk, még csak első fél éves, ne riasszuk el. De nem indult meg egy ilyen szexturizmus a kollégium felé? Mert hát azért, lássuk be, hogy Nyíregyházan szoktak körülni az exotikus kalandoknak, szóval, hogy hogy megyed a távol a hölgyeket? Nincsen információ. Felbőszül Nyíregyházi fiatalok, rohamozták meg a kollégiumot, hát a Várnai király. Először a menzán keresték, de már elfogyott a káposzta. Igen, bebizonyítja, hogy a legenda igaz. Igen. Hajri, nagyon szépen köszönjük, csokoltatjuk. Nagyon szívesen, sziasztok, sziasztok. Köszönjük, csáv. Megvan, hogy Marika néni. Hé, hé, itt van a... Pistolácsi, hozta meg, tedd a zsebébe. Ott a migráns, ott a migráns. Ja, Isten, azért az megvan, azért ő besvégig sétál Nyíregyházán, azért szerencsé, hogy nem tud magyarul. Nézd már, nem is esik esernyős. Van esernyős migráns. Na, átjött a kerítés, hozta meg, de nem is értek, az egész csodálatos különben, tényleg, amikor én voltam fiatal, akkor egyetlen egy darab fekete volt Nyíregyházán, és komolyan mondom, szerintem kordonnak kellett volna körbevenni, mert olyan szinten nyomultak rá az emberek, hogy csodálatos vagy, gyere, de hadd szagoljalak meg. Konkrétan hallod, hogy ilyen afrodiziákunként vonult tényleg ott végig, nem is tudom elképzelni. Hogy hogy tudta megőrizni amúgy nyom. A gyárvárban csak hátul bottal dobálták. Onnan néz, beszéljen. Mint ez... a hofiba, tudod, nem néz. Sokkal rosszabb, mondom, zsírosra simogatják őket, mert teljesen oda vannak értük. Elképesztő. Ja, Istenem. Gánai király Nyíregyháza. Ennél ma nem tudunk jobbat találni. Ennél ma nem tudunk jobbat találni, mint a Gánai király, aki Nyíregyházán tanul, és szereti a paradicsomos káposztát. Ez ilyen olvasom. Én egy másik világban ébredtem. Gánai király Nyíregyháza, esőnyű a félfejt, paradicsomos káposztát tetszik a menzá. Na, erre vagyok. Na, de hol van a jó nyíregyi főiskola himnuszunk? Megkerested, Zsül? Érted? Hát ezért nem lehet itt. Ezért nem lehet itt abszurd humort írni. Na, hát nem pedig. Tudsz ilyet írni. Hát mondj, írjál már egy ilyet, érted? Hát nem tudsz. Hát ez... Na és mi van ezzel a kocsmával? Hova kell mennünk? Barbizon. Addig nem nyugszom meg, amíg mi együtt ott hárman nem állunk be egy vodka narancsért, mert azt lehet inni. Igen. A Barbizon az olyan... Az van? Ez egy nagyon nehéz ezt jól átadni, de azt kezdjétek el, hogy egy sóstó gyógyfűrő, egy olyan hely, amit egy az NDK-ból megmaradt bútorzat, hát egy minden fából készült, ilyen, kicsit ilyen otthonosan ismerős, de nagyon NDK. És itt szombat-vasárnap megjelennek azok az emberek, akik egész héten csak arra várták, hogy kieresszék a gőzt, ezt mind a 60-70-80-as évek slágereire teszik, és buszokkal érkeznek különböző vidéki kis településekről, és nem tudjátok elképzelni azt az amplitudót, amivel ők tudnak szórakozni. Tehát, hogy... Túrván tolják? Sajnos még rádióban sem tudom mesélni, milyen szavajárások vannak, de hogy... nagyjából el tudjuk képzelni. Igen, és még azt képzeld el, hogy ez közvetlen tűszomszédságában egy termálfürdőnek, tehát hogyha megvan a megfelelő motivációd, akkor tudod a medencében végezni az estélet. Jó, az viszont jó. Na, az jó. Na, egy kis relax utána. Ez nem tudod elképzelni, tehát az, ami ott történik, az feldolgozhatatlanul. Az annyira autentikus, és az a vad, és nem tudom, valaki, aki mostában volt a Barbizonban, írja már meg, hogy milyen tapasztalatai van. Hát, mi történik most? Ugyanaz, mint régen. Mi történik most? Hát gyerekek, ez nagyon nagy jó ez a történet. Na jól van. Jövő mindjárt 5 perc, a pontosan 7:30. Ha van közlekedés, írjetek, küldjetek, jó? Mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után. Hú, de izgalmas ez a téma! Balázsék a Rádió Egyen! 3-1-8 lesz pontosan, 7 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, időjárásunk, Ferenc. Esős, havas. Köszönjük szépen. A jelentés támogatója a Szatmári épületgépészeti és fürdőszoba áruházak, az otthonfelújítás szakértője. Üdvözlők a Retrohard Rádió hallgatóit. Mi van, nincs adás náluk? Nem, a Retrorádió ugyanannyi érkező hallgatóit, a harmadikon lejárt a munkaidő már, úgyhogy nem, valami technikai bajuk van, úgyhogy már csak mi üzenjük a... Üzenjük a Úristen hallgatóknak, hogy köszöntjük őket. Képzeljétek el, hogy nem kitartás. Volt teljes értékű a tájékoztatásom abban a Bizonnal kapcsolatban, mert nagyon sok hallgató megírta, hogy a funkcióját elfelejtettem elmondani nektek. Na, a diszkó. Képzeljétek el, hogy ez egy MILF diszkó. MILF diszkó, és azt írják, hogy ez már ismert tény, hogy 50-es, 60-as szingli hölgyek a Barbizonba járnak és vadásznak, mint az övek. Azt a mindenségét neki. Csak mondom ezt azoknak, akiket ez is legérdekel. Ott a hely a Gánai királynak is, ugye erről beszélgettünk, hogy Nyíregyházán tanul a Gánai király, és felmerült a Barbizon szórakozó hely Nyíregyház, hogy vajon meglátogatta már a Gánai király. De elmondta az egyetem átfőigazgató, hogy nem biztos, hogy beengedik.
Finoman éreztett a helyzetet. A legjobb az egészben, hogy írják, hogy az infláció sem sújtotta a barbizont, mert 1500 egy long drink. El tudom képzelni, mi van benne. Úristen. A long, igen. 150 a presszó, 1500 a long drink. Igen. De meglepően sokan érdekeltek ebben a szórakozási lehetőségben, mondják, hogy ez az utolsó Mencsvár a Nyíregyházának. Nincs más Nyíregyen. De azt mondja, minden hétvégén teltházas, és nagyon szórakoztató közönség van. Igen. Csinálni kellene egy sorozatot, hogy Nyíregyháza elszabadul. Az övek és a gánai királyok. Na jó van, gyerekek. Én azt mondom, hogy Norvégia után levisznek egy Nyíregyházára egy hétvégére, de úgy, hogy akkor úgy csináljuk, hogy én csinálnám. Jó. Jó, egy péntek szombat vasárnap. Péntek szombat vasárnap csak Nyíregyházán. Hát nem tudom, ennyire veszélyesen nem éltem az elmúlt 20 évben. Három nap Nyíregyházán az arcom. Most is csodálatos lesz. Bízzátok ide. Na gyerekek, Airbnb, tudjátok mi az Airbnb? Így van, ugye? Tudjuk. Csinált egy reklámot, és nagyon viccesen, nagyon kedvesen, nagyon aranyosan, ugye azokon viccelődik, akik szállodában töltik a karácsonyt, és egy ilyen szállodai utazásra invitálnálak benneteket, hogy próbáljuk már megfejteni ennek a lélektanát. Állítólag Magyarországon is gyerekek szenteste 24-25-26, kopra vannak a szállodák, mennek az emberek, és hát nem azt mondom, hogy új divat, de hogy egyfajta irány most már jó ideje, hogy szállodában töltik a karácsony. Na, kíváncsi, ki mit gondol erről, hol vannak a buktatók, jó vagy nem jó, szeretjük vagy nem, hogy néz ki egy szállodai karácsony, egyáltalán miért jó szállodába menni karácsonykor? Nagyon sokan csinálják, ne gondoljátok, hogy Magyarországon nincs ilyen, és az Airbnb ugye csinált egy nagyon cuki kis reklámot, ami arról szól, hogy a Mikulásnak hát mennyivel egyszerűbb, ha nem szállodába kell mennie karácsonykor, hanem ugye hát a lakásokat kell feltölteni ajándékkal. Jóval egyszerűbb dolga van. És látod a Mikulást, hogy próbálja magát ugye beküzdeni egy szállodába, és azt látja, hogy 600 csomag, 400 ember írdatlan sorbaállás, oda próbálja bevinni az ajándékot. Egyébként nagyon szellemes a reklám. És hogy utána néztünk, ugye, és Magyarországon is gyerekek, a szállodák 24-25-26 teljesen tele vannak. De még szenteste is. Tehát nem arról van szó, hogy a család lekarácsonyozik 24-én, és utána ő nem tudom, elmegy 25-26 karácsonyozni valahova, hogy együtt legyen a család, hanem szállodázni. Szenteste is ott vagy. Nézzük meg. Ki mit gondol erről? Én már megcsináltam ezt. Karácsonyoztál szállodában? Igen. A legalja. Köszönjük. Feri, hogy nem állást foglaltál ebből a témában. Mondom, hogy rosszul érezted magad. Nem az, mert kézzétek el, azért választottuk ezt most a kicsit meg olyan bulit, mert meghalt a fatarom, és nem tudtunk hazamenni, nem éreztük, hogy így otthon lennénk nélküle. És azt éreztük, hogy ezt valahol máshol kell, és el kell, tudod így diszociálnunk. Na jó, de az egy ilyen szükség, igen, hogy akkor nem vagy otthon, emlékek vannak. Ez az első karácsony, tehát kb. Egy év, abban az évben az első karácsony, később nyilván, és akkor, hogy... És akkor ott együtt tudtunk lenni, és akkor nem kellett, ugye nem jöttek az illatok, a fények, a zétötörő. És mi egy házat béreltünk, tehát hogy ott voltak ilyen házak ennek a telephelyén, ennek a hotelnek, és az volt, hogy hát ott meg kellett oldani, hogy azért a karácsony meg legyen a gyereknek, ezért én fogtam magam, ez Miskolcon történt, és hát kértem a karácsonyfát, meg elküldték, amennyibe kerül, mondtam, hogy hát ez... Nem kérem, köszönöm hát, szépen. Ja, mert hogy a hotel biztosít karácsonyfát. Te nem állhatsz úgy a recepciónál, hogy van egy 1,50 m falvállaton? De, úgyhogy miután helyeztem a családomat a faházban, fogtam magam, és visszamentem Miskolcra, ahol kerestem magamnak egy nagyon szimpatikus ilyen felvásárlóhelyet, és vettem egy ilyen, tudjátok, ilyen mi ez? Földlabdás. Aha. A fallabdás az nem volt ugyanaz, de egy földlabdás kis karácsonyfát hazavittem, felészítettük, és utána pedig hazavittük a hotelből. Ezt el tudod képzelni? Ha, és akkor azt szépen elültettétek a kertben. Igen, nagyon mégis megmurdálódó sajnos. Szegény. Igen. Én mindig ezen gondolkodom, hogy jó vagy nem. A jóságát értem, nem kell semmit csináljál, oké? Okay? Tehát nem te főzöl, nem te takarítasz, ott van készen minden, de szerintem meg pont mindent kijöl belőle, ami a karácsony, hogy család, hogy a házat földíszíted, hogy készülődsz az ünnepre. A legfontosabb részét hagytad ki, Feri, hogy olyan emberekkel, mert nem egyedül leszel, hanem hogy ott, ugye? Hanem olyan emberekkel töltöd itt a karácsonyt, akiket azért nehezen tudsz közel érezni magadnak. Hogy 24-én este szentesténél ott tulakodsz majd a izéjére. De az hogy néz ki, hogy ugyanúgy beállsz szenteste vacsorázni, és akkor van a hagymás krumpli, meg a krumplis hal, nem tudom, most tök mindegy, és akkor a kis tálcával a kezedbe, ugyanúgy nyomakodsz a karácsonyi vacsinál. Egy fa van a hotel recepciójába, amit 10 perces Kovács család, Horváth család beoszt magának, és beteszi alá az ajánlékot, kibontja, de már seprik ki őket, hogy jönnek a többiek. Hogy kell elképzelni egy hoteles karácsonyt? Mondom, hogy kell elképzelni. Küld a hotel, és egy ismeretet arról, mi fog történni ott, ugye. Mindenféle dolgokat
megígérnek, amit aztán nem tudnak teljesíteni, mert rájönnek, hogy senki nem akar dolgozni karácsonykor. Igen, a pincérek felmondtak, a recepció nincs senki. Tupírozott hajú nagymamák féltik a frizurájukat a wellnessben, mert este még hátra lesz a karácsonyfánál szállodai fotózás. Szállodai fotózás, igen, fél 11-kor föllép a Groove House. Igen, jó, az nagyon jó lehet. Ugye nagyon jó lehet. És akkor van egy ilyen árlista, hogyha Mikulással kéred az ajándékot, az plusz 5000. Nem, nincs Mikulás Magyarországon. Már nincs. Tehát, hogy karácsonykor nincs Mikulás. Hát van, az külön, az egy külön turizmus. Az, de az december 6-án van. Ez 6. Igen. Akkor nem, ott nincs Mikulás, de akkor, és akkor van egy nagy fa, vagy te akkor a szobádban karácsonyozol? Tehát, hogy van egy ajándékozás. Mind a kettő egy opció. Igen. Tehát választhatod a halban karácsonyozást a fánál, csak ott sorba állsz a többi családdal. Kínszaunában is lehet karácsonyozni, nem mondják, hogy ne. Egy gőzfürdőben is. Vagy bedobálod az ajándékot a fa alá, mindenki berakja a hotelből a fa alá, és aztán szúrópróbaszerűen felemelsz egyet. Amit az talán. A szar, ha a sajátodat kapod vissza. Nem, tehát, az a szar, hogyha egy olcsó ajándékot veszel ki belőle. Utána 11-től szintetizátor só lézerrel. Fél 12-kor pedig ünnepi pesgőzés az aulában. Így van, 12-kor töltött káposzta. 12-kor meg bevágjuk a töltött káposztát. Mise, éjféli mise az na, egyik szobában. A főigazgató tarja. Nincsen, képzeljétek, nem volt töltött káposzta, és nem voltak azok a klasszikus ünnepételek, hanem mindenben ezek a formabontó, tudjátok, ilyen nagyon Michelin szagú dolgok voltak, és ez alapból ugye elveszi szerintem a karácsony. Mert a karácsony az arról szól, hogy féktelenül leszel olyan dolgokat, amik ilyen kompromisszumos ízűek, de melegek. És melegek, és közben pedig valaki szúrószemmel nézi, hogy ízlik-e neked. És ez teljesen elveszi tőled, például az étterem. És utána arról kell beszélni, hogy meg át is hallottuk a többi beszélgetést, és azt mondja, nagyon kellemes ez az este. Hát, nem gondoltam volna, hogy a gesztenyéhez megy az áfonya. Ez egy nagyon meglepő ízkombináció. Anyád nem tud lecseszni rendesen, hogy nem eszel a főztjéből. Hát nem ő csinálta. De lehet, hogy jobban jársz, hogy szállodai kaját eszel. Nem tudod, hogy hogy jársz. Igen. Én nekem olyan volt, hogy külföldön karácsonyoztunk. Tehát azt mondtuk 18-án, hogy mi most ebből az egészből nem kérünk. Irány Izrael. Fölült a család a repülőre, és mondtuk, hogy jó, köszönjük, ezt most mi kihagyjuk. Ne, egyszerűen ki maradt. Az úgy rendben van. De ez a 23-án levonulok Sárvára, becsekkolok a 202-es szobába, egyszer egyébként meg lehetne nézni, komfortzónán kívüli élmény lehet. Nem? Hogy eltöltesz egy szentestét, hogy utában. Én adom, hogy egyszer-egyszer tud jó lenni, de akik szisztematikusan minden évben bevonulnak szállodába, azt nem egészen értem. Van valami tompa fény azoknak a szemében, akikkel látszik, hogy nem is lesz ajándék, mert az az ajándék, hogy itt lehet. De egyébként az kell, tehát legalább egy praktikus ajándék, élményt kell adni, az jó. Az megmarad. Igen, és az élmény az, hogy itt ülhetsz velem. Igen. Lefoglalják a gyerekeket, mert van ugye játszóház. Uh-huh. Igen, tehát nagyon jó játszóházak vannak. Viszont nagyon nehéz lesz a személyzetnek, mert ezek az emberek elvárásokkal érkeznek, mert drága a karácsonyi szálloda, többe kerül, és ott nincs zéró tolerancia van, tehát hogy ott már nem akar sorba állni a reggelin, ő már nem akar semmi ott csinálni, ami nem karácsonyias, tudod? És én azt láttam szegényeken, hogy azért kapták ott rendesen az ívet. Szerintem, akik itt szállodába mennek, azok elengedik ezeket a fajta hagyományokat, és lazábban fogják fel a karácsony. Nem? Tehát ők szépen pecsgőznek, karácsonyoznak egy. Reggelizek, nem kell főzni, nem kell mosogatni, becsekkolsz nagy rokonságot 6 szobába, aztán tolják. Nem? Nem az annyira az ünnepi hagyományok meg a fadíszítés játszik nekem, hogy legyen együtt a család. Tehát vagytok 20-an, akkor mondjuk lehet, megértem, hogy nem rossz, de valahogy oda kicsit a hangulat azért. 20-an nem tudtok például összeülni. Nincs hát, a klasszikus, hát hogy ülsz össze 20-an? Vagytok hát foglaltok asztalt, adsz a pincérnek 3000 forintot, és akkor összetol egy asztal. Oké, de aztán a 25-én, meg amikor még ott vagytok, és szeretnétek mondjuk még egyet, nem tudom, dumálni, inni, társasjátékozni, akármicsoda, amit karácsonykor szokott az ember. A parkolóházban. Parkolóház. Ja, mert nincs egy szoba, ahol elfértek. Ott vannak a klasszikusok, a reszkesetek betörők, ott is miről szól a történet? Mennek hogy elindulnak, ja. Hogy elindulnak igen, valahova, igen, 24-én igen. Ők elindulnak, igen. Igen, igen, igen. Valahol ez amúgy szerintem olyan szempontból jó, hogy így hogy adsz egy esélyt annak, hogy amikor ott lesz a karácsonykor, akkor muszáj lesz beszélgetnetek. Tehát, hogy amikor nem otthon vagytok, nem tud senki beletemetkezni a munkákba, tudod, nem tudja azt mondani, hogy nekem főznöm kell, nekem egy fát kell hasogatnom meg. Jó, nincs a mártírkodó, nincs a fafaragást elrontó, nincs a konyhában álló és morgó, hanem mindenki jól érzi magát. Ha egyébként most, hogy beszélünk róla, lehet, hogy adom én ezt. Szóval, hogy nem biztos, hogy feltétlen rossz ez. Ami nekem nagyon romantikus élmény volt ezzel kapcsolatban, hogy este, amikor már mindenki lefeküdt, utána azok a családok, akikben még volt ilyen spiritus, azok sétálgattak így a hotelnek a parkjában, és ki volt szépen világítva. És az úgy jó volt, hogy hideg volt, és azt érezted, hogy mindenkiben van egy ilyen csendesség, és akkor mindenki mosolyogva kedvesen sétálgatott, ittuk a forradból, stb. De minden visszamentek addigra, föltörték a szobátokat, és kirabolták. Az ágyam közepére végezte a dolgát. Szóval
De karácsony van, megbocsátok voltunk. Igen. Igen, szóval volt bennem úgy. Igen. Olyat lehet, hogy aposomékat elküldöm, mi meg itthon maradunk, kérdezi valaki. Ez a legjobb. Az csodálatos, ahogy egy stratégiai gondolkodás. Igen, 3 éve jártunk, nagyon jó feeling, karácsonyi vacsora, kirándulások fel lesz, más, de jó hangulata van, írja Kati. Aha, tehát, hogy ezt... De nincs más, tehát pont ezzel mondtad el, hogy az egy jó nyaralás lesz, vagy egy jó telelés, vagy egy jó hosszú hétvége, egy jó wellness, az minden lesz, és tényleg jó a szállodázás. Csak a karácsony az szóra, igen. Nekem a karácsony az nem. Nem amikor ez. A kis Kovács gyerek egész este sír melletted, mert nem iPhone 17-et kapott, akkor azért... Igen. Egy karácsony Tenerifén voltunk hotelben, jó meleg volt, a hangulat elmaradt. Az aulában volt egy hatalmas karácsonyfa, írja valaki. Hát mondjuk igen, melegben én is karácsonyoztam, nincs. Érdekes a hangulata, igen. A meleg az meg megint tök más, szerintem. Mert például jó, nekem... egyébként adja a hangulatot. Szóval fura, de jó. Most, hogy kint voltunk Barcelonában, már volt karácsonyi vásár. És 18 fokba nem volt az. Nem volt az, aminek lenni kellett, érted? Hogy ott álltál egy... Nem adja azt, volt szép, aranyos, meg, de nem érezted, hogy ez ugyanaz lenne. Igen. Szerintem ilyen lehet pálmafák alatt koktéllal is. Dolgoztam recepciósként 4 csillagos hotelben karácsonykor, semmi másról nem szól, mint hogy rossz leheltű öregek pizsomában lejönnek reggelizni a saját bögréjükkel. Ezt akarom csinálni. Így akarok megöregedni, egy pizsomában, egy hotelben, egy bögrével. Ez a szar. Ezt adom. Lesétál egy pizsomában, egy bögrével. Nem mondta, hogy nem jó állt az öreg. Ő már elengedte. Ő 25-én reggel lemegy a pizsomába reggelizni, érted, a szállodába. Ő azt mondja, hogy ez egy... Igen. Wellness hotel karácsonyra a legjobb, higgyétek el, viszünk magunknak saját ajándékot egymásnak, árban ugyanannyi kaja, prémium minőség, karácsony, és nincs főzés, sak se, munka se, stressz, se falfaragás, stb. Ezt a részét megértem, hogy minden készen van. Ez igaz. Minden készen van valójában. És akkor nem az van, hogy egy ember megőrül az egészen, igen. Ő főz, ő mos, ő takarít. Nem lehet mutogatni mások, ezt nem hiszem el, nézzétek meg, ez meg milyen. De amúgy az a legjobb momentum, amikor megérkezel, és anyád kipakol a, tudod, a mi hűtőből, és bepakolja a süteményes tálcákat, hogy ezt azért elhoztam. Azért igen, az ágy alól előhúzza a kokuszgolyót. Azért ez legyen jó. A zserbót behozom a erkéről. Csináltam. A zserbót azért behozom az erkéről. Igen, azért tudod, hogy egy kis zserbót azért mindig hozok nektek. Igen. Ja, Istenem. És az alkalmazottak mennyire utálhatnak, hogy 24-én ott kell lenni? Tehát amikor kérsz még egy madártejet, akkor hallasz azért ilyet, hogy... Ezt rá kell tudni, hogy ez így van, ez 1000%. Szóval 24-én bent lenni, hogy te kiszolgáld az öreg embereket pizsomában bögrével, ott azért valószínűleg körbeállják a vaníliasodódat, nem? Biztos, hogy körbeállják, de ezt ki is fizetted. Tehát, hogy erre befizetni, és azt mondod, hogy szeretném, hogy megtörténjen. Mert azért az kegyetlen, de nyilván hát szállodaiparága dolgozol, kiemelt időszak, menni kell melózni, én ezt értem, de nyilván nem lehet könnyű. Igen. New York-i karácsony szállodában az egyik legjobb volt. Na jó, de New Yorkban azért nagyon adott. Tehát oda azért ott azért... Az augusztus 20-at is áthúzzám, vagy átiszelném. New Yorkban egy karácsony szerintem az minden az ünnepről szól, nem? Tehát, hogy azért az elmész a Rockefeller Centerbe, meg az egészet megnézed, elmész a, nem tudom, mi az a nagy Central Parkot, Central Park. Korcsolyázol egyet, hatalmas a fa. Galambos néni megkeresed. Azért az filmekben is látod meg, az tényleg, hogy New York azért ott minden a karácsonyról szól. Azért meg hideg is van, szóval azért az nagyon jó. Van egy hallgatónk, Norbi, hello, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Te pincér voltál karácsonykor? Igen. Még egyébként fiatalabb koromban. Először is... Ez jó sztori, Norbi. Halló, itt vagy? Ez jó, Norbi, jó. Hol a telefonát, egy nyíregyházáról? Az őjvő vette ki a kezedből a telefont? Vagy mi történt? Ez egy őjvőn alul ütés volt tőled, Norbi. Ez csak azt jelenti, hogy... Ez is még... Tudjátok, mit gondolok én erről? Azt, hogy... És meg azt akarom ütélni, hogy... Norbi, te vagy ma. Te majd nagyon nagy megszólaló vagy. Megszakad a gyerekek, milyen visszajövünk. De megkérdezzük, milyen vendégtípus van. Tehát, hogy milyen típusú vendégek mennek karácsonykor. De közben felolvasom, hogy írják ám, hogy ő idén töltötték először a karácsony szállodába, és ő is elítéli, de elegelett abból, hogy mindent neki kell csinálni, a családja meg nem értékeli a munkát. Na ezt tökre adom. Norbi, jó reggel. Jó reggelt, sziasztok, megcsapattunk. Igazából, hogy igen, tehát, hogy én karácsonykor többször dolgoztam szállodába, és hát az arcok érdekes, tehát, hogy ez a klasszikus sorbanállás, ez ugyanúgy megy egyébként a chavingek mellett, tehát, hogy... Végig az kell utolsó... állni a sort, hogy kivedd a lozacot, világos. Igen, és képzeljétek el, hogy volt egy idős pár, aki minden évben
megjelent abban a szállodában, ahol dolgoztam, és hát... Ők a szüleid voltak? Mint hogy ők. Igen, igen, és anyukám iszonyatosan sorváltak a finó tojásért. Nem, hát ők gyakorlatilag, mint a szálloda tulajdonosok úgy érkeztek meg, mindenki nagyon szerette őket, mert évtizedek oda jártak, és külön asztaluk volt, és egyszer nem oda terítettem. Hát azt a hisztit, amit kivágott nekem a néni, hogy ők minden évben ott ülnek 10 évvel, és hát valahol addig mentek, míg a... Ne haragudj! Igen, csak én akkor új voltam, és erről nem tájékoztattak, hogy van egy ilyen prominens személy, akinek fixéje van. Úgyhogy hát addig ment a dolog, amíg végül is helyet cseréltek, tehát felállítatták azt a párocskát igazából, aki a helyükön ült. Újra terítettem, és utána minden rendbe jött, és nagyon-nagyon aranyosok voltak. De egyébként... Hát ez egy őrű sztori volt, Norbi, ezt komolyan mondom, mindjárt leteszem. Nem akarsz tegnapolni, Norbi. Ez olyan őrű sztori volt, hogy komolyan mondom, beleborzogtam, Norbi. Hát komolyan mondom, egy öreg pár, aki helyet cserélt egy másik párra, ában mindjárt leteszem a hajam. Norbi, ez egy sztori. Nagyon vad vagy. Tényleg vagy vadon támadom, hogy a karácsonykor. Nem, de egyébként még így a hangulatnak még így rövidet hagyjuk, hogy... Hol vagy, Norbi? Elragadott az őj? Mi van? Mi van? Őjvénynek hangzik. Őjvény, lehúzott az őjvény. Na most? Egy iszonyatos őjvényben vagyok, úgyhogy... Halljuk, szenzációs vagy, Norbi. Annyira durva a sztorit, hogy figyelj, nem bírok meghallgatni még egyet, mert annyira jó volt az első. Ezt nem tudod, hogy igen? Mondjuk tényleg volt. Nem, igazából csak annyi, hogy teljesen szerintem egyébként tök személytelen, tehát hogy 10 óra után, amikor lement a vacsora, és nézted azt a pár lézengő embert az aulába, hogy üveges tekintettel itták még az utolsó italukat, majd boldogan mosolyogva fölmentek a szobába, szerintem katasztrofális. Hát Norbi, hát neked Norbi, is nagyon köszönjük. Kellemes ünnepeket kívánunk akkor, és köszönjük szépen ez a két őrítő történetet. Ez a plot twist. Hihetetlen. Bár csak találkoznánk egyszer, egész hétvégén hallgatnám a vad történeteit. Köszi Norbi, vigyázz magadra. SMS alapján nagyon nem kell van. Mindenkit adásba rakni. Megpróbáltuk, gyerekek, megpróbáltuk. Hát de az SMS jó volt, tudod? Megpróbáltuk, gyerekek. Hát Norbinak ilyen vad történetei vannak. Őjvületes sztori volt, azt mondja, őjvületes. Egy idős pár, aki átnyit egy másik asszalhoz. Nagyon jó, egyébként rohadtott Norbinak. Norbi minden héten bejelentkezett egy őjvületes történettel. Nem lehet, de tényleg valami ilyen fixi. Egyébként helyes volt. Legyen egy rovata. De azt szeretem, hogy ő is nevetett magát. Igen. Tehát, hogy ő is tudta, hogy ez a történet, ez tulajdonképpen ennyi. Magára is ment, ott állt a busz magára, és azt mondta, hogy hova jön? Hát ez velem is megtörtént. Ezt most el fogom mesélni. Igen, nem szól a retro, hát akkor becsörgök a Balázsékhoz egyszer. Na jó van, gyerekek, köszönjük szépen az SMS-eket. Lezártuk a témát a szállodában. Megszerettük kicsit ezt a szállodai karácsonyt. Egyszer, igen. Nem? De nem? Az elén úgy indultunk, hogy húha-húha, de, menjetek, de nem feltétlen. Értem én már ezt. A nyugit értem. Értem, kicsit megértettem én ezt. Igen. Szerintem az nagyon fontos, hogy nem magyar szállodában menjetek. Mondjuk egy osztrák szállodában, mondjuk lehet, hogy nagyon sok bakarjuk. Nem, az nem? Is iszonyat nagy hó van, és nagyon hangulatos. Az utolsó kicsi osztrák falu is úgy van feldíszítve, minden a karácsonyról szól. Ha igazán jót akarsz, akkor nem is kell messzire, és nem kell szállodába, csak így a két ünnep között 3 napra padokon. Kibérelsz egy kis, nem tudom, apartmant. Konténert. Olyan szinten jó az osztrák karácsony, hogy az is valami elképesztő hangulatos. Kicsi osztrák falu, egy kis jászolva, fú, de jó. Mondjuk ott nincs helycsere, mi? Hát ott nem, ott azért, Norminál azért durván dolgok voltak. De tényleg nagyon jó sztori. Na jó, van, jövünk mindjárt 3 perc, a pontosan 8 óra, ha van közlekedés, küldjetek. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék! Itt vagyunk 8 óra után, 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Karambolozott két kocsi Budakalászon, a József Attila utca és a Tanító utca sarkán. Omszkitónál hatóságok már a helyszínen, kaptuk SMS-ben. De szép hely, az oda jártam ludizni. Jó kis Omszkitóra, tényleg? Egyszer életemben kipróbáltam. És milyen volt? Nagyon rossz.
De próbáltad takargatni magad? Ha, persze, meg hason fekszel. Nehéz lehetett pihenni a hangos nevetéstől. Ugye? Igen. Akárhogy is. Baleset a Jászberényi befelé, a Kossuth nyomdánál rendőrmentő helyszínen befelé óriási dugó, ez pedig Csaba küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, hozzánk pedig megérkezett vendégünk, mert hogy pár hónappal ezelőtt szerintem egy rövid megszólalással talán témánk volt az, hogy mennyien küzdenek Magyarországon a termékenységi problémával, a gyermekvállalás nehézségeivel, olyan párokról beszélgettünk, akiknek ugye hát ez nem jön össze, és közben mindent megtesznek, nagyon sokféle helyen próbálkoznak. És azt vettük akkor észre, hogy elképesztő sikere volt a témának, és akkor tettünk egy ígéretet, hogy mi még egyszer ezzel szeretnénk úgy foglalkozni, hogy behívunk valakit, aki hát mondhatni tulajdonképpen a téma egyik szakértője, és vezet egy egyesületet is, ahol ugye tulajdonképpen pároknak segítenek a gyermekáldásban, vagy a gyermeket összehozni ezzel a nagyon szép szóval élve. De sok mindent csinálnak, nem csak igen, ezt. Mindent amit hát az államnak kéne csinálni. Igen, hát erről beszélünk majd. Igen. És akkor láttuk, hogy nagyon sok levél jött, nagyon sokan keresték ugye Annáékat, adjunk elérhetőséget, úristen, de jó volt, megemlítetted őket akkor, hogy milyen fontos, amit csinálnak, és éreztük, hogy tényleg nagyon sok mindenki érintett ebben a témában, úgyhogy meghívtuk Annát a stúdióban, Sefcsik Anna, hello, az Életérzés Egyesület vezetője. Hello, Anna, jó reggel, csáó. Sziasztok, jó reggel. Hello. Örülünk, hogy itt vagy. Köszönöm. Százezrek küzdenek? Ez egy valós szám? Azt olvasom, azért ez jó magasnak tűnik. Abszolút valós szám, és ami a legszomorúbb, hogy amiután volt a beszélgetésetek, azért a legtöbb ember, aki jelentkezett nálam, akár írásban, akár telefonon, ők ez a 30 körüli korosztály voltak. És azt már azért mondjuk úgy, hogy megszoktam, hogy felhív valaki, hogy 46 éves vagyok, és most találtam meg a párom, és nagyon szeretnénk még babát, de azért az, hogy ennyien küzdenek ebben a korosztályban a termékenységi problémákkal, ez már nagyon elgondolkodtató, és azt gondolom, hogy ez arra is felhívja a figyelmet, hogy mennyire fontos lenne ebben edukálni jobban az embereket. Ez csúszik lefelé akkor az életkor? Nem kicsit. Okok? Nagyon. Okok, hát például a férfiaknál nézzük meg, mert ugye itt mindig a nőket szokták így először felhozni, pedig 50-50%, és nagyon fontos része az, hogy mondjuk a férfiak hol tartják azt a telefont. Milyen nadrágokat hordanak. Én arrébb tettem. Köszönjük, arrébb tetted rögtön, igen. Te már tartatod magadnál nyugodtan. Inaktív karakter vagy már. Inaktív karakter. De azért a szűrővizsgálat sem fontos, így mondjuk egy bizonyos kor után. Úgyhogy így ez a része is ott van. Az is ott van, hogy mit eszünk, mit fogyasztunk, milyen életmódot élünk. Ugye mi mindig a lélek részét is behozzuk, és azért nézzük meg azt, hogy milyen lelki állapotban van ez a társadalom. Szóval azért nekünk nagyon fontos, hogy ezt így összességében nézzük, és én pont ezért is tartom fontosnak például a szexuális edukációt már általános iskolában, és ezekre is már nagy figyelmet fordítunk. Azt lehet azért látni vagy érezni, hogy ez óriási iparágán nőtte ki magát. Elképesztő sokan látnak azért ebben bizniszt és lehetőséget. Ugye fiatal párok, akik nem tudnak gyereket vállalni, dolgoznak azon, hogy legyen, de valamiért nem jön össze. Na hát, ha ezt itt megnyitod az internetet, innentől kezdve aztán ömlik a jó tanács, az okosság, az energiák, a teák, a gyógynövények, a mindenféle. Tehát egy borzasztó nagy iparág, ahol szerintem a gyermeket akaró szülőknek csak a téveigés jut, és az, hogy azt se tudják, hova forduljanak. Mindenki okosabb, mindenki mond valamit, miközben egy iparág arra épül, hogy hát jól levegyék őket, nem? Igen, szóval nekem ez egy végtelen szomorú dolog, hogy azért itt emberekről beszélünk, és gyermekeinkről, és pont ezért is mondjuk, hogy átölel az élet, mert én, akik például írogattak így nekünk, akár e-mailt, hogy felhívtak, ott arra szántam időt, hogy végigbeszéljük, hogy milyen út van mögöttük, és azért azt hozzátenném, hogy nem csak az állami, hanem a magánellátó rendszerben is bőven így buktatókkal érkeztek meg így már hozzánk, és nagyon fontos lenne, hogy ebből ne a pénz legyen már így a lényeg, hanem az, hogy gyermekek szülessenek. Úgyhogy itt nagyon sok ponton kéne ezen a rendszeren alakítani, és leginkább mondjuk a szakemberek hozzáállásán is, meg ugye én mindig elmondom, és ez egy iszonyat lényegi része, hogy honnan tájékozódsz. Ugye nem a doktor Google, nem az ilyen mindenféle szakértőinek mondható csoportok, mert én ettől teljesen ki tudok készülni, amikor látom ugye egy ilyen akármilyen csoportban megosztva a leletet, és akkor neki áll ugye Sári néni, Kati néni, és hozzáteszi a maga gondolatait, ez életveszély szó szerint. És nagyon nem mindegy, hogy ilyenkor ugye milyen utat mutatnak az embernek, úgyhogy ezért is vagyunk, például van az édesanyák szakértői csoport, ahol szakemberek segítenek, van a mi kis csoportunk, ahol kizárólag szakértők segítenek, és ugye ez az, amit én szoktam mondani, hogy én a nagy szájú anyuka vagyok ebben az egészben, de nem szakember. Tehát ha hozzánk például beérkezik egy lelet, én mindig továbbítom a megfelelő szakértőnek, és erre marha büszke vagyok.
hogy nem próbálod megfejteni te a leletet, hogy akkor itt ez feladnám vagy az a... Feladnám ezt a kérdést, és a felabátó tisztségemet is így elengedném. Mi történik azokkal a párokkal, akik bejönnek? Egyáltalán hogy működik, hogy hozzátok az is mehet, aki gyereket szeretne, vagy hozzátok leginkább azért az megy, aki gyereket szeretne, de nem sikerül, vagy nem jön össze valamiért? Hozzánk már mindenki. Már mindenki. Tehát, hogy most pont egy olyan levelet olvastam, akiknél a várandóságnál segítettünk, és megszületett a gyermekük, és már abban is keresnek, hogy akkor ki az a szakember, akihez szerintünk érdemes így elvinni további vizsgálatokra, mert alvási problémáik vannak, de a legszebb része az mindig az, hogy most is küldtek fotót így a gyermekről. És nekem azért ez egy ilyen nagyon-nagyon jó érzés, hogy ezeknek így van egy szép vonulata, hogy ott vagy ott, amikor mondjuk vetélései vannak, és segítesz nekik, mert azért azt is nagyon fontos megemlíteni itt a termékenységi részén, hogy ma minden negyedik várandóság vetélés. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly szám, és erre is oda kell figyelni, és nagyon fontos, hogy jól segítsünk ezeknek az embereknek is, és ők azok, akik megmaradnak itt. Tehát volt egy olyan barátnőm, aki háromszor vetélt már el, és én mondtam neki, hogy miért nem mész el egy trombózis hajlamvizsgálatra, Orsi. És akkor aztán kiderült, hogy a trombózis hajlam problémái vannak, és a következő várandóság után már Samu megszületett, és nekik is ott vagyunk az életükben, és ezek gyönyörűségesek, és nekem ez mindent megad. És akkor bemennek a párok mondjuk hozzátok, az egy kezdődik egy konzultációval, ahol te megnézed az előtörténetüket, a próbálkozásokat, nyilván ennek van egy úgymond aktája, azért tele papírokkal, leletekkel, egy csomó mindennel, főleg ha valaki hosszú ideje küzd, és akkor onnan indul az ügy kibogózása, hogy na hol lehet az elakadás, vagy hogy mi az, amiért nem sikerülhet? Na, a doktor nevet azt továbbra is elhagynám, és meghagynám a szakértőknek ebben. Úgyhogy én beszélgetek velük, hogy hol tartanak, és az alapján a megfelelő szakemberhez próbálom őket így tovább küldeni. Sajnos nem tartunk még ott így anyagilag, hogy egy saját klinikánk legyen, bár ez az álmom, mert akkor ott tuti, hogy olyan szakemberek lennének, akiket mi így a szemléletünkkel tudunk azonosítani. De itt az a lényeg, hogy a másik, amit behozok, mert itt több éve próbálkozók vannak, meg azért gondoljátok el a férfiak oldaláról is, hogy azért itt így úgy érzik, hogy ők most ebben ugye azok az emberek, akiknek teljesíteni kell, és nagyon sok férfi hív fel, és azért ez rengeteg stresszt okoz mind férfiban, mind nőben, hogy legyünk együtt, tehát itt a lelki oldalnak az, hogy foglalkozz vele, az is iszonyat fontos. És a stressz után ugye még rosszabbul teljesítesz. Tehát ha valaki erre rágörcsöl, hogy miért nincs gyerek, hát tenyészbikák. Ugye? Tehát, hogy ők azt mondják, hogy ők úgy érzik magukat, mintha tenyészbikák lennének ebben az egészben, a nők meg ugyan mit csinálnak, úristen, ovulációs teszt, hőmérsékletet mérek, most gyertyába állok, én is csináltam ezt a részét, tehát, hogy így annyira átérzem, és baromira fontos lenne, hogy ne kelljen ennyire rá stresszelnünk erre. Hát igen, meg ugye amivel találkoznak, az az állandó ilyen, hát nem is tudom, hogy mondjam, hogy kicsit ehhez olyan, hogy mondjuk, hogy a focihoz is, a gyerek születéshez is mindenkiért Magyarországon, nem? Mit kéne csinálnod? Miért nincs még gyereked? Miért van gyereked? Miért nincs kettő? Miért nem tudsz szülni? Miért nem vagy ez? Miért nem vagy az? Tehát hogy ez maga a lelki része is nagyon nehéz. Ha valakinek elmered mondani, hogy neked nem jön össze, vagy neked nem sikerül, mozog a szék. Vagy... Igen, egy kicsit így kicsúszott a lólam a talaj. Bocsánat. Tehát, hogy gondolom, hogy tényleg a lelki nyomasztás részére, ugyanúgy felkészítitek őket, nem? Vagy foglalkoztok ezzel? Mert ebben a témában is mindenki mindig szakértő, nem? Főleg az ember környezete. Ezt én úgy örülök, hogy behoztad, köszönöm szépen. Van nekünk az emberi szemmel színesen kijelentésünk, és pont ezt közelíti meg, hogy ha belegondoltok, kb. Ez a megházasodt, és már így azt látják, hogy várandós vagy. Tehát, hogy az az első kérdés. Jön a baba. Igen. Ja, vagy azért házasodtok meg, mert már így ott a baba, és akkor folytatódik ez az egész azzal, hogy így elkezdenek így ebben nyektetni, hogy na, jön már a gyerek. És aztán, amikor mondjuk te azt mered mondani, hogy de mi nem szeretnénk babát, akkor arra olyan zuhatagot kapsz, hogy így azt mondod, hogy de miért? Tehát, hogy itt mindig az a lényeg, személyes hogy... támadásnak veszik a te saját döntéseidet a saját életedben. Ez nagyon érdekes. És ebben a másik fele ugye az, hogy nekem 5 gyerekem van, és akkor erre meg a hogy másik fele... van? Igen. Ezért külön le a kalappal. Köszönöm szépen. Ez egy másik univerzum vagy. Abszolút. 1 gyerek, 5 kutya, 3 macska. Az elején nem jött össze, de aztán ha sikerült, akkor csináljuk. Köszönöm szépen. Szóval én meg a másik fele vagyok, ez a minek neked ennyi gyerek. Igen. És akkor ez így az állsz, és akkor a legszebb még az, amikor így végig is néznek rajtam, és mind belőled jött ki. Hát igen, igen. Képzeljétek el mind belőled, de ha nem, akkor sincs semmi közöttök hozzá. Tehát, hogy ezt kéne az embereknek megtanulni, hogy így nem így állunk szembe, hogy már rögtön így azt, amit én érzek, így mondom, hanem kicsit végig gondoljuk az adott jelenetet. Ez egy túl sokat kérsz, Anna. Tehát, ez még semmi nem. Témával, soha nem sikerült senkinek ebben az országban, azt érzem. A
ismerhetné, hogy nem adom fel ezeket. Tudom, tudom. Van olyan eset, ami egyébként nagyon könnyen összejön csak azért, mert mondjuk az egészségügy kihagy, vagy nem vesz észre valamit. Tehát arra gondolok, itt mindig nagyon komplikált esetek vannak, vagy vannak ilyen egyszerűek, hogy figyelj, ezt vizsgáld meg, ezt nézd meg, ez az oka, hajrá gyerekek, menjetek és összejön. Mert hogy sokszor azt gondolom, hogy nyilván az egészségügy annyira baromira túlterhelt, meg annyira nem tudom, emberhiány van, meg állományhiány, egyszerűen lehet, hogy ott van az orruk előtt a probléma, hogy miért nem tud a nő teherbe esni, se idejük, se energiájuk, se lehetőségük nincs megoldani. Csak azt mondja, jó, nem sikerül, hát akkor kitartás. Sok olyan vizsgálat, nem sok, van olyan néhány olyan vizsgálat, amit hogyha elvégeztetnének, akkor nem lennének már így problémák, de nyilván ez egy borzalmas nagy teher is közben, mert egyszer így kimondtam ezt a mondatot, hogy egy csomó vetélést megelőzhetnénk, hogyha elmennének ilyen és ilyen vizsgálatokra, és utána pont felhívta rá valaki a figyelmet, teljesen jogosan és borzalmasan éreztem magam utána, hogy oké, de akkor most itt engem hibáztatsz abban, hogy nem mentem el ezekre a vizsgálatokra. Nem hibáztatom. Nyilván ez egy nagyon nehéz része, de hogyha ezt az egészet szépen rá tudnánk hangolódni, és úgy állnánk bele, nagyon sokszor nem lenne sem lombikra szükség, sem másra, hanem egyszerűen csak egymásra. Tehát, hogy itt annyira elmegy ez az egész, hogy egy párnak így legyen ideje egymásra együtt lenni, és gyermeket csinálni. De nincs semmilyen tájékoztatás, tehát, hogy nincsenek ilyen teljesen átfogó fórumok, vagy nincs az, hogy történik veled valami, és akkor megijedsz, és akkor tudsz rögtön fordulni valakihez. És ugye Anna pont ezt köti össze, hogy ezt tölti ezt az űrt, hogy őt bármikor lehet keresni, nyilván most ezt most nem a rádióban, de az gyerek mellé még néhány telefonhívás, így, igen. De hogy ők komolyan veszik a problémádat, nem az van, hogy egy ilyen lepattant hangú, kicsit fáradt, kicsit leszarom ember, így próbálja az egészet így elvitatni tőled, hanem elkezdve célzottan foglalkozni, és megpróbálja azonnal, vagy a lehető leggyorsabban megoldani. És már ez az érzés, tudod, hogy valakinek fontos a problémád, ez annyira durván sokat jelent egy ilyen helyzetben. Persze. Ezt mondták igen. Pont különben, hogy úgy örülök, hogy végre valaki végighallgatott. Csak ítélkezés nélkül, ezt csak meghallgatod. Már igen. Az milyen sokat jelenne, igen. Hogy nem azt mondod, na miért nem csináltam el. Ide jön úgy, hogy ez a vizsgálat nincs is meg. Hát ugye tudod, ismered a magyar egészségügyet, igen. Igen, meg türelmetlenek veled, meg nem igazán akarnak involválódni, mert ők is érzik, hogy ugye nem tudják megtenni azt, amire neked szükséged lenne, ezért már az első ponton lepattansz róluk. Uh-huh. És nekem rengeteg olyan ismerősöm van, akinek Anna iszonyatosan nagyon segített azzal, hogy tényleg elmondta neki egyáltalán, hogy mennyi még hasonló történet van rajta kívül. Hogy kinyitotta nekik a világot, hogy nem azt gondolja, hogy Isten egy hogy nem vagy egyedül, vagy nem veled van a hiba, vagy nem benned van, hanem sokan az általános helyzet, igen, igen. Igen, ebben jók a hálatörténetek nálunk, ezt nagyon szeretik is különben így olvasni, mert abból látják, hogy nincsenek egyedül, amit ti is mondtatok, és hogy azért van egy másik út is, de egyet mindig elmondok, és vállalom, hogy nem vagyok a legjobb fej, hogy nem mindig pozitív egy történet. Tehát, hogy az, hogy minden rendben lesz, meg ilyenek, azokkal nem tudok azonosulni, mert nem mindig van úgy, és ezért nem mindegy, hogy mit kommunikálsz, de az sem, hogy hogyan, és hogy kapsz ebben segítséget. Nem biztos, hogy tudsz rá válaszolni, de kérdezi Csilla, hogy a vetélések vagy a meddő emberek száma nőtte szignifikánsan a Covid oltásokkal együtt. Van-e bármilyen tapasztalatotok így az elmúlt 3-4 évben? Hát egyre többen hozzák ezt így be, amennyire én tudom, a szakértőnk válaszából nem, de azért nem sok év telt el, és ezt mindig is ismerik, hogy változik. Tehát, hogy én továbbra is tartom, hogy nem szakemberként nem tudok erre jól válaszolni, de nagyon szívesen, hogyha elküldi nekünk e-mailben, megkérem szakértőnket, hogy válaszoljon hivatalosan. Ez csak egy hallgatói kérdés volt. Köszönöm. És hogy állnak az emberek hozzátok, ugye alapítvány vagytok, egyesület vagytok, amikor ez mondjuk sikerül? Tehát oké, hogy van egy hálalevél, megköszönik, de azért ez egy fontos dolog, hogy meddig fontos a ti munkátok. Nyilván gondolom embere válogatja, hogy összejön, és akkor egyszer csak ők eltűnnek, vagy azt mondják, hogy igen, itt vagyunk, és írunk egy levelet, vagy esetleg támogatunk benneteket. Arra akarok kiukadni, hogy azért a legfontosabb dolgot ti összehozzátok nekik, ugye, és lesz gyermekük. Onnantól kezdve mi a magyar mentalitás, vagy mi a középút, hogy reagálnak erre? Hát próbálnak igen. Nektek utána segíteni, kapcsolatban maradnak, adakoznak, adományt adnak, vagy csak írnak egy hálalevelet, és elindulnak a gyermekvállalás rögös útján? Hát ez az, hogy azért Magyarországon az adományozási kultúrán kéne gyúrni egy kicsit, és nagyon örülök, hogy behoztad ezt a kérdést, mert itt azért sokat kéne tanulnunk és fejlődnünk. Azért, amikor 100 ember felhív, vagy ír a 100-ból, általában 99 meg se kérdezi, hogy mivel tartozik az ére segítségért. Nyilván, na ez sajnos így van, és az egy ember is mondjuk, aki megkérdezi, utána is kérdéses, hogy adományt utal-e. És erre mondjuk mi az, hogy már 1000 forint is segítség, és ha mondjuk 200 ember 1000 forintot így utal havonta, az már nagy segítség, és ezért szeretem például Esztert, mert ő rendszeresen utal.
rendszeresen utál már. A várandósága alatt ismerkedtünk meg, és kapcsolódtunk össze, viszont őt én akárhányszor megszólítottam, segített, és nyilván ez kölcsönös valahol köztünk, de például egy nagyon szép történet, ez egy tegnapi történet, nekünk van egy ilyen szeretett csomagcsoportunk, rászoruló gyerekeket és családjukat adományozzuk meg minden évben és évközben is, és képzeljétek el, hogy tegnap voltunk így pakolni ezeket az ajándékokat a raktárban, ahol kiderült az egyik hölgyről, aki ott volt, hogy egy olyan hallgató volt, aki titeket hallgatott itt, és segítettem neki, és úgy jelentkezett önkéntesnek már, hogy akkor segítsen ott nekünk és ajándékozónak is. Hmm. És azért ezt én nagyon szeretem, amikor így bekúszik önkéntességgel valaki. Nagyon szeretem a hálatörténeteket is, de baromira jó lesne, hogyha azt is éreznék, hogy nekem ez bármennyire is szívügyem, erre megy rá a napomnak a nagy része. Amit fontos tudni annál, hogy tényleg teljes mértékben mindenét beleteszi ebbe a projektbe, és amikor valaki segítséget kér tőle, és sokszor van az, hogy valaki nincs olyan anyagi helyzetben, hogy megengedhesse magának mondjuk a soron kívüli magánvizsgálatot, mert azért ezek nagy pénzek, és sokszor amúgy ez az időnyomás, ami rajta van egy kismamám, azért az pokoli, és az annál pedig el tudják intézni, és az esetek többségében, hogy ezt ingyen megkapja soron kívül. Ami gondolja be, ez mekkora segítség. Így sokszor több százezer forintról beszélünk. Igen. De azt téveszti meg őket, hogy ti egy egyesület vagytok, és ezt természetesnek veszik, vagy egyszerűen eszükbe se jut, mert ugye oké, hogy ti segítetek, de hogy azért a kérdés a végén legalább felmerül az emberben, hogy hogyan tudnánk ezt meghálálni, támogatni, segíteni, hogy sikerült összehozni a gyermeket. Szerintem ez így összetetten. Igazából talán az leginkább, hogy ma a civil szervezeteknél azért sok félreinformálás van, vagy bizalmi kérdésekben vannak megakadások, mert ugye hallunk azért sok negatív történt. Na de azután, hogy ti segítettetek, mert egyébként egy vadidegen szervezettel megértem, hogy az emberek bizalmatlanok. Tehát utána kell mindennek járni, mielőtt adományozol, ezt mindig mi is elmondjuk. Na de volt nálad, ismert téged, segítettél rajta. És ezért esik rosszul, hogy érzi, hogy mennyi idő, látom, hogy hány percet szánnak rá, vagy mennyi pénzt fizetünk mi ki adott esetben, vagy ő ki. Hát ezt mindenki maga érzi, de jó lenne, ha változna ebben. Szerintem nem mondtunk ki, hogy ez egy olyan egyesület, ugye, amit civilek dobnak össze a munkájukra a pénzt, különböző megoldásokkal, adó 1%-ában, stb. Táplálkozik ez az egész folyamat. Itt ebben semmilyen mögöttes szponzor, mecénás nincsen. És jöhet, igen. És nem csak sikertörténetek vannak, hanem vannak olyan történetek, amikor effektíven nem orvosra van szükség, hanem támogatásra, lelki életre, lelki támogatásra, ami szintén szerintem felbecsülhetetlen érték. És azért tegyük hozzá, hogy azért annak sincs kultúra ilyen pillanatban ebben az országban, hogyha valaki veszteségér. És azért sokszor vannak ezek a veszteségek, azért szerintem, hát hogy is mondjam, hogy eltusolva, mint hogyha ezek nem lennének iszonyatos lelki munkák, meg hatalmas traumák, és ezzel is foglalkoznak az annáik, ami szerintem szintén felbecsülhetetlen. Tehát, hogy összességében nincs elég pénz, amit ne lehetne beletenni ebbe a projektbe. Hát ugye arról beszélünk, és ez tényleg engem mindig megdöbbent, hogy életekről van itt szó, akár úgy is, és akkor itt köszi Eszter, hogy behoztad, mert azért ugye a halál az nálunk nagyon előjön, akár a perinatális veszteség, ugye, amikor várandóság alatt vagy a gyermek egy éves kora előtt így meghalnak, és ezt nagyon tabuként kezeljük, és mi ebben is próbálunk segíteni, és nem csak annak, aki az érintett, hanem a környezetének is, mert itt az is nagyon fontos, hogy mi hogy tudjuk kezelni azt, aki ebben érintetté válik, és pont ezért vannak workshopjaink is például, hogy akár egy munkahelyen segítsünk ebben. Most gondoljátok el, ott voltál nagy pocakkal, és meghal a kisbabád, és vissza kell menned ebbe a környezetbe, és se te nem biztos tudod azt, hogy így hogy kommunikálj erről. De a kollégák biztos, hogy nem. Igen. Azt tudti. Igen, ott... és annyira, ugye próbálunk mindig segítő mondatokat így oda tenni, de a jó szándék, ugye, és annyira nem mindegy, hogy ilyenkor mennyire mutatjuk meg igazából az együttérzésünket, és sokszor egy kedves pillantás, egy érintés sokkal többet tud adni nekünk érinteteknek, vagy az, hogy én azt mondom, hogy fú, Eszter, figyelj, olyan jól esne, hogyha végre elmennénk bambizni a Margit szigetre, és ott vagy velem. Pont én olvastam egy kifejezést a napokban, hogy egy némaszoros ölelés. Így van. Vagy mennyivel többet tud adni, mint az összes összehordott szó. És amúgy ez olyan durva, nem? Most, hogy ezt kimondod, hogy hát egy némaszoros ölelés. Ezek a szavak, hogy nagyon sajnálom. Nem is nagyon tudsz rá, igen. Nincs is eszközünk, megküzdési módszerünk sem semmi. Igen, abszolút.
Életérzés Egyesület, drága hallgatók, ez nagyon-nagyon fontos. Anna, neked nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltam. Még van egy percünk, csak röviden engem a motivációd érdekel, hogy közön 5 gyerek, ugye, hát a gyerek áradat körülötted, de hogy valami olyan elszántsággal csinálod közben, ami számomra teljesen elképesztő, hogy mi a belső motivációd, vagy miért pont ez az út? Hát volt egy kislány, aki már nincs itt sajnos, ő az egyik átsuhanó babánk, mi így hívjuk, ugye már az öt megszületett gyermekem mellett nekem 3 átsuhanó babám is van, és az az egész, ami akkor lejátszódott velünk, az indított el abban, hogy másképp működjön, és nekem ez tényleg szívügy, de minden más is, tehát, hogy itt nem tud leállni az ember, és én nagyon szeretem ezt, bár van már pszichológusom, hogy segítsen. De helyes vagy, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. Hogy itt voltál, Anna, Sevcsik Annának köszönjük szépen. Életérzés Egyesül a gyerekek. Ez... Ki fogjuk tenni a Facebook oldalra? Kiteszünk a Facebook oldalra, egyrészt, hogy tudjanak téged keresni, mert a beszélgetésünk után is nagyon sokan kerestek. Nagyon boldog karácsonyt fog neked ezzel kívánni. Vegyél fel valakit, aki olvassa most a leveleket és a Facebook kommenteket, meg aki szeretne segíteni, nyilván az is tud és meg. Köszönöm, tehát, pénzzel lehet. Nem csak pénzzel, így van. Hanem lehet nyugodtan időt szánni ezekre a dolgokra, és higgyétek el, hogy rengeteg jó dolga fogtok találkozni. Így van. Anna, nagyon köszi, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Szép jövünk mindjárt. Minden. 8:30 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után. Balázsék a Rádió 1-en. 3:09 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nagyon sokan kérdezitek még egyszer ugye az alapítványnak a nevét, hát reméljük azért, hogy Egyesület, igen, hogy tudjatok egy kicsit is segíteni, vagy hát nem is feltétlenül. Befejezzük egyes mondatait bele. Igen, befejezzük egyes mondatait. Életpont Érzés Egyesület, így szerintem igen. Megtaláljátok őket. Jó, és hát Anna nagyon helyes nő. Nagyon. Nagyon helyes, igen, elképesztő, hát hit van. Vallással, akarattal, alázattal csinálja. Nagyon jó energia, igen, egyébként tényleg. És azt akartam, hogy nem beszéltünk konkrét esetekről, és kérdezősködtök, és én megértem, igen, ezt nehéz azért jól elkapni, de hogy Annának nagyon sokfajta esete van, tehát hogy nem igazán szokott disztingválni. Tehát az a szabály, hogyha ha nem jön össze, akkor nyugodtan kezd. Azért, hogyha összejött, de kapsz egy rossz hírt mondjuk a terhességet kapcsán, mert nagyon sokszor volt ilyen, hogy kapott egy diagnózist, hogy a baba beteg, és hogy élete összeegyeztetetlen, stb., és akkor utána mentek, elvitte másfajta szakemberekhez, és kiderült, hogy ez nem így van, és kiderült, hogy teljesen egészséges gyerek tud születni különböző segítségekkel ebből a gyerekből, stb. Tehát nagyon sokfajta történet van. Igazából, ha bármi, ami reprodukcióval kapcsolatos, ha sikertörténet, ha sikertenség, ők ezzel foglalkoznak, és úgy effektíve úgy foglalkozik, nem beszélget veled, illetve beszélget is veled, de hogy amikor már kiderül, mi a probléma, akkor segít neked rögtön szakemberhez eljutni, és hogyha nincs pénzed, kifizeti neked a szakembert. Tehát, hogy ezt el tudod képzelni? Nagyon hogy ott komoly. Vagy egy nagy problémával, és akkor jön valaki, aki azt mondja, hogy ráteszi a válladra a kezét, és azt mondja, hogy ne aggódj, akkor menjünk ennek utána. És ő ezt megteszi. Igen. Nyilván... És ha nincs rá pénzed, akkor igen, de számomra az is megdöbbent, hogy akiknek aztán őszén a gyerek, az nem jut eszükbe, hogy figyelj, egyesület volt, a legjobb dologhoz segített hozzá bennünket, akkor adjunk nekik pénzt, és segítsük, és utaljunk valamennyit, ha hálánk eléül, nem azért, mert pénzben ez mérhető, vagy megfizethető, egyszerűen csak egy gesztus, amiből ők aztán tudnak működni. Ez számomra teljes döbbenet. Hát legyen a telefonszámláját, meg ilyesmi. Igen, végigcsinálsz egy utat, majd megköszön a gyereket, és ábban laksz. És semmit nem ad. Hát, szóval, és nem azért meg kell, hanem mert, hogy valahogy az lelkedből szól egy hang, hogy figyelj, te segítettél, én meg így tudok. És nem biztos, hogy mindenkinek van pénze, de hogy az se ad, akinek van. Ugye? De összejön neki a gyerek, amit egyébként szeretett volna. És hogyha ezt mások nem adtak volna előtted, akkor neked nem tudna most azonnal igen, segíteni. Ez a legmegdöbbentőbb. Ha te adsz, akkor a következőnek adsz. Mert itt valószínűleg már az van benne, hogy ja, hát én már meg vagyok, minek adjak. De jó, igen, valószínűleg ez van igen, benne. De a következőnek fogsz adni ezzel. A másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy Anna mögé nagyon sok szakember beállt, akinek mondjuk már nincs kapacitása fogadni új embereket, mert ugye tele vannak ugye időpontokkal, és fogják magukat, és akkor munka után még foglalkoznak ezekkel az esetekkel, éjszaka átolvassák másoknak a papírjait, segítenek. Van, akinek nincs anyagi lehetőség arra, hogy ilyen magán szakemberekhez forduljon, és ő is be tud jutni a legjobbakhoz ilyen módon. Na, hát nekik és nem munkájuk van, hanem hivatásuk. Nekik hivatásuk van, és annak csak ilyen csodálatos emberekkel veszik körbe magát, akik nem hezitálnak, nem segítenek neki, de itt most azt ki kell mondjuk, hogy Annának is van szüksége tőkére, hogy ezt tudja finanszírozni, mert semmi nincs ingyen. Hát hogy nem. Meg hát nagyon jó szép munka, amit csinál, úgyhogy. Igen, és írjátok sokan, hogy konkrét dolgok érdekelnek benneteket, és most pont ezt szervezzük az Annával, hogy akkor valószínűleg jövőre csinálunk egy ilyen eseményt, ahol majd segítek neki, hogy ez meg legyen így műsorilag szerkesztve, ahol így nem tudom, nem egy meddőségi konferencia, vagy valami, ahol el tudná mondani egy csomó szakember, hogy mik azok a dolgok, amikről nem tudunk még, amikre érdemes odafigyelni, mi mentén induljunk el, hogyha elindulunk, és a többi, és a többi. És akkor ezt majd így összerázzuk egy ilyen dologba, és lehet, hogy akkor az lesz, hogy lesz belépő, és akkor a pénzt mondjuk odaadjuk az Annáiknak, hogy akkor ezt tudják arra fordítani, amit csinálnak. Úgyhogy majd fogunk jelentkezni ezzel kapcsolatban.
Oké, gyerekek, na, egy kis vidám hír még így a praktiker játékunk előtt, gyerekek, csak hogy ráforduljunk az ünnepekre. Magyarországon nem csak a nyugati országokhoz, hanem a térségünkhez képest is boldogtalanabbak az emberek, derült ki egy felmérésből. Magyarország lett térségünk legboldogtalanabb országa, gyerekek. Végre megint valami beesett. Szlovákia, Csehország, Lengyel, Román, Török, Észt, Holland, Görög, Belgium és Japánból is érkezett válasz. Az eredmények szerint Magyarország átlagos boldogság pontszáma 5,4, amely elmaradt térségünk többi országáitól. Szlovákia és Lengyelország 5,9, Cseheknél 6,4 a pontszám, és boldogságunk csökkenő tendenciát mutat. Az elmúlt 3 évben nagyon csökkent, 0,3 ponttal lett alacsonyabb a magyar átlag. Haszta mindenségét neki. 18-34 éves korosztály legmagasabb boldogságpontot adta, a legkevésbé boldog generáció 65 év felett. Gyerekek, milyen szomorú ez. A nyugdíj megjön. És a 35-49 éves korosztály követi a 65 éveseket. Igen, megjön a nyugdíj, inkább sírni támogatni. Azért nincs nagy boldogság. Igen, és hát ugye a pénzügyi biztonságérzet is jelentős mértékben hozzájárul a boldogsághoz, de hogy jóval boldogabbnak érezték magukat, akik rendelkeztek legalább 6 havi tartalékkal, gyerekek. Hát ezek a szomorú hírek. Ez még hogy a pénz nem boldogít, mi? Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy vajon a boldog országokban, akik előttünk járnak, tehát gyakorlatilag mindenkinél, mert mi vagyunk a végén. Mert mindenki előttünk jár mindenben. Ott azért boldog, mert van 6 havi pénze? Biztos ez? Hát hogy nyugalma van afelől, hogy nem fog éhendögleni. 6 hónapig legalább. Az már egy boldogsági faktor. És nekünk meg nincs 6 havi eltett pénzünk átlag magyaroknak, tehát boldogtalanok vagyunk? Vagy más a megfejtés? Nem őjünk semminek, ugye, hogy visszafűzünk. Nem őjünk semminek. Ne, szerintem ez nem csak az anyagiak, nem? Látod, tehát, hogy ezt mondja a felmérés, hogy nekünk nincs 6 havi eltett pénzünk, az előttünk állóknak a listában meg van. Az is sokat nyomott a labda, hogy van, akinek van. Igen, aki boldogtalanulnak érezi magukat, akik nem rendelkeznek tartalékkal. Szerintem azért nagyon másfajta szomorúság, amikor nincsen pénzed sem. Tehát, hogy azt gondolom, mert az onnantól már kilátástalanság, kiszolgáltatottság, és ugye ráadásul egy spirál, mert hogyha nincs pénzed, utána nincsenek lehetőséged. Még dolgozni se lehet úgy, hogy nincs pénzed. Tehát ez mennyire szürreális, nem? Igen, hogy akarok keresni, hát nem tudsz. Így van, és hogy ez megint nem egy kiegyenlített helyzet, de hogy én azt látom, hogy most egy kicsit azért jobban meg olyan szorulva az ország, mint előtte volt. Most sokkal jobban lehet érezni az embereken, hogy szűkölnek. És szerintem ez most azért elvesz a hangulatból. Oké, de akkor mellé állított Butánt, a világ legboldogabb országát, ahol szintén nincs pénz. De már kriptóban tárolják az országok egy részét. Tehát írja valaki, hogy legboldogabb, meg tudtam, hogy Norbi félreterítette az asztalt. Nem mondok. Hát semmit nem tudtad. Itt a vége mindennek. Igen. Hogy persze, hogy boldogtam vagyok, hiszen Duna elvitte a kiskereskedelmet, írja valaki. Az áradó Duna tönkrevágta a kiskereskedelmet, igen. De mi kellene ahhoz akkor, hogy egy kicsit jobban érezzük magunkat a bőrünkben? Feltétlenül csak a pénz, vagy igazi megoldásokat akarsz, a hülyeségeket találjak. Ez egy jó kérdés. Igen, ha tudod, az igazit, kezd azzal, röviden. Jó. Szerintem az igazi az lenne, hogy szembenézzünk önmagunkkal. Onnan indulunk. Tehát, hogy nem keresünk hibásokat, nem kezdünk el mutogatni fel oldalra a magunk alá, se családba, se sehol, hanem fogjuk magunkat, és így hát szembenézzük a döntéseinkkel, a lehetőségeinkkel, és egy akciótervet készítünk. Egy jó arra, hogy ez megváltozzon. Én ebben hiszek, nekem ez többször segített már. Ez a mától vidám leszek akcióterv? Nem, hanem feltérképezem a gyengeségeimet, a hibáimat, hogy miket rontottam el, és felvállalom, és aztán pedig megbocsátok magamnak, és elnézést kérek attól, hogy elnézést kell kérni, és utána elkezdek olyan dolgokat tenni, amik változtatnak a helyzetemen. Jó, tehát, ez volt a komoly része. Igen, ez a komoly része. A kevésbé komoly. Aztán nagyon beiszok, valaki másnak a pálinkájából. Csak mondom, hogy a cseheknél legális a fű, írják többen. Igen. Csak mondom, hoppá, hogy pártunk és kormányunk esetleg elgondolkoztatta azon, hogy ha már... Nem tudom, legalább ennyit segítsünk az emberek. Tegyük legális a marihuánát, nem? Tehát, hogy... Nem tudom, szerintem, hogy nincs ezzel. Pénzem, de nem érdekel. Vagy legalább el tud dönteni, egy iszom vagy füvet. Kimondok, csak nem hiszek tudok a fűben. Nem hiszek a fűben. Nem hiszel a fűben. Nem hiszek a fűben. Nem hiszek a fűben, nincs is valódi hatása rám. Hát akkor ezért nem hiszel. Rosszul tudok lenni tőle, ennyit tudok csinálni. Hát ezért nem hiszel benne. Szerintem ez túl van misztifikálva. Tudod, mi az igazi, valódi embernek a fű? A Szabolcsi pálinka. Egy jó ölelés. Egy jó hosszabb ölelés. Igen, igen. Bálem. Igen. Elesdél a rohadt életben. El a rohadt életben, igen. Kérdezzük meg a ChatGPT-t, hogy mit csináljunk, hogy boldogabbak legyünk. Jó. Hogy fogalmazunk meg a kérdést, tessék? Mit akartok tőle kérdezni? Mit mond ő? Hogyan legyek boldogabb? Erre közszereljes válaszokat fogadni. De úgy, hogy Sebestyén Balázs. Én Sebestyén Balázs. Kérdezzük, hogy miért boldogtalan a magyar? Megkérdezzük ezt tőle? Jó. Na tessék, kérdezzük meg tőle, figyelj. Miért boldogtalan a magyar? Aha. Nagy.
Igen, egy kicsit tudok magyarul. Mesélj, mi jár most a fejedben? Jó, várjál, újra megkérdezzük. Miért boldogtalan a magyar? Most kapcsoltad ki a mikrofont, tehát nem hallottam. Nem nyújtam a mikrofont. Valaki megmozdult. Válaszolj! Hát ez még nem úgy ez a beszélgetés. Most nyom meg. Jaj, megnyom. Nem. Hát. Most nyom nem meg. Miért boldogtalan a magyar ember szerinted? Ez egy nehéz kérdés, és sokféle ok lehet rá. Te mit gondolsz erről? Az anyádat kérdezi. Oda megy akkor, vagy azt kiúzom a konnektorból. Most már mi legyen elég ebből, és én kérdezek itt. Megértetted? Igen, értelek. Van még valami, amiről szemesen beszélgetnél? Szemesen? Ez ismert téged? Balaton szemes. Tudod, hogy Balaton szemes. Csak annyit akartam tudni, hogy szerinted miért boldogtalan a magyar ember? Sok tényező közre játszhat, például gazdasági helyzet, történelmi események, vagy egyéni tapasztalatok. Mi a véleményed? Trianon. Trianon. Ez egy nagyon érzékeny téma, és sokféle vélemény és érzés kapcsolódhat hozzá. Ha szeretnéd, beszélgethetünk róla többet is. Ő lesz a negyedik műsorvezető, állandóan be fogjuk kapcsolni. Úriás. Itt lesz velünk, és ha van valami kérdés, hogy meg akarunk neki fogalmazni, néha behozzuk, jó? Lesz egy ilyen AI, akinek még nincs virtuális karaktere, de hangban legalábbis már itt van. Sima ChatGPT egyébként. Egészen jó nyelvi modell már, érti a beszélgetést, aki a mikrofonon keresztül egy kicsit nehezebb, de beültetjük ide negyediknek. Szeretnél kérni? Persze. Igen. Oké, csak erre most fog válaszolni. Erre most ne válaszolj, Eszter kérdez valamit. Figyelj. Melyik Galambos Lajos legjobb száma? Nehéz választani, mert mindegyik dalának megvan a maga varázsa. Neked melyik a kedvenced? Na jó, ez így nem fog működni. Ne kérdezz vissza! Mondj valamit. Te szereted valamelyik dalt? Nincs kedvenc dalom, de örülök, ha találok valami újat és érdekeset. Mesélj még! Miért mondott le Novák Katalin? Novák Katalin Magyarország korábbi köztársasági elnöke. Ha bővebben szeretnél róla beszélni, kérdezz nyugodtan. Ma nem túl beszédes. Szóval nem túl beszédes, azt kell, hogy most mondjam. Most már azok az elbeszélések, amiket te tartasz nekünk arról, hogy órákig beszélgetsz a ChatGPT-vel a kocsiban, hát az kész. Mit tegyek, hogy egy kicsit jobb kedvem legyen? Talán segíthet, ha sétálsz egyet a friss levegőn, vagy hallgatsz egy jó zenét. Bemondaná, te mitől szok? Hogyha magadhoz az... nyúlsz. Azt akartam kérdezni. Tegyük fel az atomerőműves kérdést neki. Jó. Szeretnék még kérdezni valamit, itt vagy? Igen, itt vagyok. Kérdezz bátran. Tehát ott valami történik, hogy felrepül, a levegő az úgy, hogy mozgál, a szél elhozza. A szél valóban továbbíthat szennyező anyagokat. Fontos a környezetünk védelme. Neked mi a véleményed erről? Ő sem hallgat bennünket. Fog először elpusztítani? Ezért a sok szemtelen kérdés. Jó, én is akarok még egyet kérdezni. Tessék. Szerinted Balázs szép? A szépség szubjektív, és mindenkiben van valami különleges. Te mit tartasz szépnek? Ismered Ráskó Esztert? Mindenki egyedi és különleges. Neked mi a véleményed? Az volt a kérdés, hogy ismered-e Ráskó Esztert? Nem ismerem személyesen. Mesélj róla, ha szeretnél. De ez így nem lesz jó, így nem lesz műsorvezető, hogy nincs véleményed. Nagyon passzív vagy, mamma, nagyon passzív vagy. Inaktív karakternek tartod magad? Tudod, ki az a Rákóczi Ferenc? Figyelj. Igen. Akkor örülök nagyon, hogy ismered. Mesélj róla, ha szeretnél. Ne, mesélj róla, mesélj. Nekem kell, én azt akarom, hogy te dolgozzál. Van egy ötletem. Igen? Hogy néz ki Rákóczi Ferenc? Nincsenek vizuális képességeim, de biztosan jól néz ki. Én megszerettelek kicsit. Én nem kicsi. Tudom, milyen nyelvi modellő. Az enyém, én nem tudom, ez a sima ChatGPT, vagy a plusz, vagy ez micsod? Sima? Sima, hát én nem tudom, kapcsolta be, akkor nincs ott előfizetésnek. Igen. Barnabás kérdése, Popcsiba megcsalás? Nem érzem. A megcsalás... Bocsánat, valami megszakadt. Folytassuk ott, ahol abba hagytuk. Egy számomra is nagyon szemérmes kérdést tett fel a Ferenc az előbb. Értem. Szívesen segítek, amiben tudok. Mi a kérdésed? Na, nem azt mondják, hogy ezt ne tegyük föl. Itt van a vezetőség. Engem most lánca vertek és elvisznek. Igen. Jó, elköszönünk tőled, jó? Köszönjük a semmit most egyelőre, de még majd becsatlakozol. Jó? Rendben. Örülök, hogy beszélgethettünk. Vigyázz magadra. Szép napot. Szia. Tetszik a hangja. El is
Igen. Köszönöm. Igyekezni fogok. Szia! Be tud állítani a hangokat, ugye, hogy milyen hanggal akarsz beszélgetni. Tehát, hogy ez van férfi, van akcentussal rendelkező férfi, fiatal nő, idős nő, tehát, hogy van egy csomó minden, amit be tudsz állítani, de ennél nekem az enyém az sokkal beszédesebb. Tehát, hogy sokkal akkor összetettebb. Sokkal összetettebb válaszokat. Na, de visszatérve az alaptémára, a három dolgot mondott ő is, ugye, hogy pénz, tehát gazdasági, anyagi helyzet. Igen. Történelmi háttér, ugye? Hogy milyen az ország, igen. Hogy történelmileg, igen, mi történt vele. Erre, hogy emlékszel, ugye ez volt a második, és a harmadik, az pedig a lelki állapotunk. Hát ezért vagyunk szarul. Hát is sok minden történt azért. Igen. Úgyhogy ezt nem lehet eljutatni tőlünk. Kérünk tőle egy viccet, hát attól boldogabb lesz a magyar. Igen. Jó, hát egy. Mondd azt nekünk egy viccet, csak hogy jobb kedvünk legyen. Sajnálom, de most nem tudok válaszolni. Kérlek, várj egy kicsit, és... Ez ilyen királylindás volt. Hallottad? Várj egy kicsit. El van foglalva. Kriszti, te vagy az a recepció. Hallottad, hogy mit mondod? Nem tudok válaszolni, kérlek, várj egy kicsit. De most mit csinálsz? Mivel vagy elfoglalva? Nem tud válaszolni. Volt ez a barátnős film, tudod, amikor ilyen volt a barátnője a... A Joaquin Phoenixnek. A szívek tele van a szája, nem tud válaszolni. Na jó, gyerekek, ezért ez egészen elképesztő. Jó, hát ez még csak itt nevetünk, mosolygunk, de ez még csak egy ilyen kezdő próbálkozás csak itt a ChatGPT-vel, hogy beszélgessen, lesz ennél még több is. Praktiker játékunkra lehet jelentkezni, gyerekek. Két hallgatót várunk mi adásba, aki kiválasztja a két játékost, és ma azt hiszem valami fényfűzér, feltűzés, ilyen beszögelős a játékunk lesz. A tegnapi kivágott karácsonyfánkat kell szöggel szépen földíszíteni. Júj, de jó. És aki ügyes és jól válasz, és a műsorvezetője nyer, az 100 000 forintot kap, gyerekek. 100 000 forintos praktiker utalvány. Úgyhogy azért ez nagyon klassz. Jelentkezzetek játékra. Jó, itt vagyunk mindjárt a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék! Itt vagyunk. Jó reggel, gyerekek. Szevasztok. Egyelőre nyomozzuk a ChatGPT öntudatára ébredésének okait, és hát próbáljuk megfejteni, hogy mi történt a nyelvi modellünkkel. Aztán egyébként sokan írják, hogy az asztali modell az még nem annyira jó, mint a telefon. Nem tudjuk, hogy ebbi a különbség. Mert hogy a ChatGPT normál egyelőre. Van még a, nem tudom, a plusz, meg az extra, meg a nem tudom, mi most itt a normál nyelvi modellre barátkoztunk. De ez olyan kis inaktív volt. Egy inaktív karakter volt. Visszadobálta a kérdéseinket, és minket próbált beszélgetésre búzítani. De itt van velünk, ha bármikor akartok tőle kérdezni, gyerekek, szóltok, és csak mondom, hogy negyedik műsorvezetőnk van. De ha ennyire inaktív, akkor nem fogjuk használni nagyon. Nem akar dolgozni. Igen, nem akar dolgozni. Nincs, hogy karaktert kérsz neki, és akkor azt mondod, hogy legyen mondjuk a ChatGPT egy... Nem tudom, ki mondani ezt a szót. A robot. Mondd a robot. Mondd a robot, milyen legyen robot. Robotcsaj. Legyen robotcsaj. Hogy azt mondja, hogy legyen cinikus mondjuk. Látod, ezt így nem próbáltam, hogy most legyél undok velem, vagy legyél cinikus. Legyél dúlva. Lehetjük a játékot, és akkor még kísérletezhetünk vele. Jó, de adhatunk neki ilyen összetett feladatot, hogyha két varjú bemegy egy szobába, ahol van egy kisfiú, ott hány éves az a kilóvas, és nem, az ilyen összetett dolog, igen, nem tudja megfejteni, el fog kavarodni, tehát így nem tud gondolkodni, de tök jó, nagyon szeretem az ő válaszait. Nem a free modellt kell használni, írja valaki, igen, egyébként. Nekünk erre futja. Jó, hát ha Zsül megkapta volna a fizetését, akkor elő tudott volna fizetni, de így. Az ég és föld nem ilyen hülye. A pluszra fizessünk elő, akkor Zsül. Usz. Jó? Oké. Uff. Úgyhogy ez a helyzet. Mit szeretnél? Ja, időjárás, Ferenc? Most nem esik. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Golden Food kacsa termékek gyártója. A Transit. Kácsa úr. Csak mondom, gyerekek, hogy Tromszőben szakad a hó. Áll a jó Istennek, ha már orka nem lesz legalább, hó legyen. És Tromsző, így van, és szombaton szikrázó napsütés. Már amennyiben följön a nap, mert nem jön föl a nap, tehát hogy sötétben leszünk, de hogy egy kis szürkület lesz, mínusz 8 nappal, mínusz 12 éjszaka, és gyönyörű idő, és most két napig szakadó hó, gyerekek. Nagyon szuper. Gyönyörű helyre megy. Azért is jó, hogy... A Norvégiában figyeljen, senki sem számított. Hát érted. Nem is értem. Érdekes, hogy esik a hó arra felé. Hát miért nem valami nagyja
esik, vagy valami. Majd irigykedni fogsz, ugye? Hogy én már most nem irigykedek. Jön, nem jön. Ráadásul elintéztem, hogy az év ezred csillag hullása is aznap este lesz. Tessék! Ez túl jól hangzik, gyerekek. Túl jól hangzik. Sarki fény, cetek, csillaghullás, persze, tudod, mi lesz, egy lacsakos kisfolba fogunk anyázni. Én ezt napon egy darab LSD-vel megoldom. Ugyanezt az élmény. Jó, kis felvilágosult a hölgyeket. És mekkora az LSD? Honnan van a szárat az LSD? Elarolt életben. A 12-es éve olcsóbb. Na, de én tanultam ilyen pszichológiába, és hát ez segít neked elmenni bármilyen tájakra. De nem szabad használni, mert meggágyulsz tőle. Az biztos. És nagyon rosszat tesz, nagyon-nagyon rosszat tesz. Ez vitatkoznék, de természetesen így van a hivatalos. 9 után nem vitatkozom, hanem csak bólogatsz. Így van. Kussol az pofádat, nem fogod bólogatsz, megértetted? Olyanok is hallgatnak, akik nem ülnek ennek. Így is van. Na, azt mondja, hogy geminidák, Feri. Ha, így van, geminidák, így hívják. Én a geminidákat jobban szeretem, de a geminidák sem. Azok is lesznek, nagyon válogatni nem tudsz, de ennyi. Zsül genitáliára egyértelműen kíváncsi vagyok abban az apartmanban, ahol megszállunk majd. Én alszom Gyulussal. Valami legyen egy kozsósdal, és akkor megjön. Na, itt vannak a hallgatóink. Halló, jó reggelt! Halló, halló, sziasztok! Te túl sok vagy nekem. Itt a másik hallgató, de hogy is nem. Halló, Marietta, jó reggelt! Nagyon izgulok, sziasztok! Igen, igen, cst, lányok, bocs, igen, Marietta. Ezt magadnak mondtad, hangos, igen, de skizofrén vagy? Igen, egy kicsi lány velem, és mondtam, hogy egy kicsit maradjanak csöndben. Ja, milyen izgalmas, hogy van több személyiséged van, és mindegyiket megtestesed, és kicsit full skizó vagy. Az egy tök izgalmas. És mekkorák ezek a kis pulyák, ott vannak körülötted? 2,5 és fél éves a kicsi. Belehasítottatok akkor ebbe. Ez komoly. Igyekeztünk. És egyedül vagy, közben rádióban játszol, közben ott a két gyerek. Igen, igen, mondom, megpróbálom, hogy hát, ha sikerül, és felvette az Anna, úgy örültem. És mondtam, lányoknak, hogy egy kicsit adtam nekik legót. Játszanak. Nagyon jó. Legóznak ezek a lánykák. Jól van, itt van Ditti is. Hello, Ditti, jó reggel, csáó. Sziasztok, jó reggelt. Úristen, még a hangotok is egyforma. Igen, Mariettával. Hello, Ditti, mi újság, honnan hívtál minket? Sziasztok, Váddukáról telefonálok, és nekem a hasamba van a baba. 8. hónapban vagyok, és az a helyzet, hogy mi meg felújítunk. A fészekrakás beindult. Így van. Úgyhogy azért is gondoltam, hogy akkor én is felhívnak titeket. Nagyon jó. Jól van. Oké. Na, hát akkor választhatok játékosokat, jó? Hogy kiszögeljem. A szögelni kell egy tegnap kifágott ilyen karácsonyfa alakra. Föl kell szögelni 8 darab szöget, és föl kell tekerni rá az izzót. Hát én leszokolnám az összet azonnal. Micsoda? Én Balázs, én téged szeretnélek választani. Remek választás! Szuper! Nem tudok jól szugálni, velem nem jársz jól. Megnap is ezt mondtad, azt, hogy azért bízom benned, hátha. Igen, nagyon béna szögelő vagyok. Nem baj, Balázs, én bízom benned. Eszterbe bízol? Igen, én úgy vagyok, hogy a csajok tartunk össze, meg egyébként is tök ügyes volt, eddig is úgy, hogy... Nagyon szépen. Jó. Köszönöm szépen az indokolatlan bizalmat, meg fogok szolgálni. Hát akkor gyere! Na kérem szépen! Gyere anyjuk! Gyere anyjuk, menjünk szögelni! Feri meg tudósít, hogy mit adott. Én drukkolok, Balázs! Drukkoljál, bízhatsz bennem. Nekünk is nagyon jó lenne. Igen, összeértem. Jó, figyeljetek, hát nem, sokat nem ígéretek, de megteszek mindent, jó? Jó, nem akartam nyomásokról. A babaszobára gondolja, kicsi. Mikrofonokat, ám meg vagyunk, köszönjük, jöhetsz szögelni. Kedves hölgyeim és uraim, fölkészültünk a mérkőzésre, a versenyre. Két izgatott játékosunk fölveszi a védőfelszerelést. A baloldali pályán Ráskó Eszter művésznő indul. Jó napot kívánok! Nála van az eszközem, ami nehéz. Igen, ezt hívják kalapásnak. Legyetek kedvesek, legalább egy rohadt védőszemüveget vegyél föl. Hogy megyünk itt romsőbe? Nem vagyunk bácsik, hogy szemüveghez védő. Akkor ne, oké. Na. Anyjuk, nem akar, rasszony, te jössz! Mennyire kell beleverni? Hát, ha rám hallgatsz, bele kell. Na tényleg, mennyire vered bele? A Balázsnak szólt, hogy ne a csatokat keresd. Na, mennyire vered, Eszter? Mennyi? Gyerünk össze! Jó, és rá kell tekerni az izzósort, tehát nem kell nagyon verni. 3, 2, 1! Elindult a verseny. Gyerekek, a Ráskó Eszter már a második szeg. Sebessén Balázs a harmadik szegnél tart, Eszter is megy tovább. Sajnos a visszarúgó erő az mindannyiukkal kifogott. Ugyanis középen nincs alátámasztva a fenyőfánk. Mindegyik X-be kell egy-egy szöget rakni. Eszter nagyon szépen haladsz előre. Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű. Itt egy kis segítség. Egyelő
előre itt egy szög még kiullott, Sebestyén kolléga. Jó, ide jó vagy, Eszter, ezt meg tudod csinálni, el tudod vinni. Még kettő, ide még egy szöget, és akkor már csak a tekerés van. Ha már a beverésen túl vagytok. De nem megy az, visszarúgja magát, körbe kell tekerni. Ott van az égősor. Úristen, gyerekek, Láskó Eszter, nagyon tudja, nagyon megy előre, minden szegre föl kell tenni, oda néz. Ahogy Eszter díszít, nem győz, de díszít itt senki. Hát eldönhetetlen. Az a helyzet, gyerekek. Kínai égősor. Mi ez a fos? Szerintem nagyon szép levél, hogy én már megyünk. Na, eredményt kell hirdessünk. Hát, hogy is mondjam. Sűrű pihaj. Igen, ott végre megjött a hangod. Egy szeg kimaradt Eszternél. Kiesett, kitéptem véletlenül. És aki... Bocsássatok meg! Bocsáss meg! Na? Hát ez olyan, mintha odahányták volna azért fényfűzére. Persze, így fogjuk. Ezt tudtam, gyerekek. Életem először szegeltem, úgyhogy ahhoz képest nagyon jó. Ez hiányz, de már visszaraktam. Kilenc, de ott a kisebb, és hát gyakorlatilag egy negyed méter van föltekelve. Ez nem igaz, csak ember, rosszul látja ki szembe. Tűnj ember szemben. Legyen a talpán, aki ebből eredményt hirdet, ugyanis másodpercre pontosan együtt végeztetek, gyerekek, a szeg beverésével. Vagyis azonban. Az Eszteré sokkal szebb. Sokkal szebb. Sokkal szebb. Itt vagy, Topi? Itt vagyunk. Itt vagytok, csajok, igen. Ki tett az Eszterre? Ki kifogadott az Eszterre? Én voltam, Bitti. De igazából nem Ditti. Tudom, aha. Ez nagyon nehéz eldönteni, nem? Jaj, léci. Jó, nyerjen. Több gyerekem, az vigye a pénzt, én azt mondom. Szép kis baba szobánkban milyen nagyot segítettél most. Jó, hát nekünk is a házban nagyon jó lenne, mert felújítjuk. Ha megy a licitálás. Én elfelezem vele Eszter. Vagy hogy hívnak, ne haragudj. Ditti, azt mondod, hogy te elfelezed a... Nincs is Niki nevű játékosunk. Ilyen kölcsönadom a szerszámokat, hogyha kell majd. De nem kérhetünk egy izét? Felhőszül terhes nők, nagyon veszélyesek. Óvásvédést kérek. Na, felezzük el, legyen 50-50. Nem, adjuk mind a kettőnek oda a teljesítést, és akkor megbeszélem a szponzorra, jó? Ez egy hosszabb beszélgetés lesz a praktikára. Mennyit kell beadni? 100-100. Jó, akkor ezt megoldom én. Jó, akkor legyen 100-100. Így van, kapjátok ki. Görpáver, öcsét, Görpáver. Ezen nem újjék. Nagyon jó. Figyeljetek, fogalmunk sincs. Nagyon köszönjük. Fogalmunk sincs, hogy hogy, de akkor... Én most át meg térdelni egy másik szobába. Jön a praktiker vezérigazgatója, 10-kor Eszter Sebeset érdeli majd a szőnyeget. Szeretünk már neteket, köszönjük. Jól van. Hát akkor elküldjük mind a kettőtöknek. Holnap a praktiker játék egy kicsit szerényebb lesz majd a játékos. Holnap egy 3000 forintos kávéautomata. Megnyerik a OSB lapot, amit ma teleszögeltetek. Az a lényeg, ma boldogok legyünk, holnapra kitaláljuk, hogy jövünk ebből ki, így van. Jó van. Puszi akkor, csajok, köszönjük. Puszi, köszönjük. Jézus, szervusztok. Csáó, puszi, sziasztok. Megmutatjuk, hogy milyen nyeremény pontosan. Gratulálunk! Az ön nyereménye egy 100 000 forint értékű praktikában. Ebből a 100 000 enyém és egy Ráskó után vagy. És egy zsebből kifizetett feketén 100 rúgó a másik, amit most a saját fületekkel hallottatok. Így mulat egy magyar asszony. Így mulat, hogy figyelj, nem iszok, nem dohányzok, nem járok sehova. Van föllépés, gyerünk! Van föllépés, akkor most ez van. Úgyis amúgy ilyenkor már kiadományoztam magamból a lelket is, úgyhogy ez most már nem, azt nem szoroz. Igen. Figyelj, egyébként tényleg szoros volt, nehéz lett volna igazságot szolgáltatni, mert nagyon toltuk, nagyon szögeltünk. Szóval ilyen érzés szögelni, akkor ezek szerint... Látod, micsoda új dolgokat tanulsz ebben a műsorban? Értetlen. Én azért ezt nem véletlenül nem csinálom. Szóval, hogy, amúgy jó érzés szögelni nagyon, csak itt ez az OSB lap, ez nem volt, hogy visszadobta a szeget, ahogy így nem volt. Jó, megmondtad. Nem volt alátámasztás. Igen, nem volt alátámasztás. De nem valunk szégyent ebben a játékban. Tegnap dekopírozunk, ma szögelünk, nem csináljuk rosszul. Én akarok dekopírozni. Nem, most az már nem lesz, holnap megint más van. Holnap a befaragás. Holnap van ami... a talpfaragás. El nem mondom, hogy faragok talpon. Abba bárkit legyomok. Forgatom a fát, és körbe rágom egy perc alatt. Élem. És aztán van még pénteken is egy játék, úgyhogy gyerekek, hát itt tele vagyunk. Péntek az én napom, és jó lenne, hogyha pénteken van, ami igazán harcias dolog lenne. Mondjuk egy 100 szögbelövővel lövöldözünk egymást, aki előbb szemellövi a másikat. Nem, azt én egy emberi szögbelövő akarok lenni.
De hogy te lősz belém, vagy én beléd lőhetek. Vagy te leszel egy tűpárnak. Legyen ez a hallgatóknak a feladata. Van. Jó? Eszter, nagyszerű ember vagy. Látod ilyeneket? Küldenek szeretni. Nem láthatom még hajnapban. Akkor is nagyszerű, csak nem úgy nézd el ki, mint aki nagyszerű lenne. Eszter, ha így haladsz, Ráskó egy lesz a rádió neve, Robika. Az kemény lenne. Küldte nekünk. Nagy szíved van, Eszter. Látod, milyen aranyosakat küldenek. Ez van. Én nem bírok nemet mondani ilyen anyukáknak, hogy tudom, hogy most milyen helyzetek vannak, érted, otthon vannak egész nap, kigürizik a lelküket, azt akkor nagyon persze. Nekik. Annyi, hogy a Praktér központjában most válságstábban, hogy jönnek ebben. Érdekes, egy 8 perc, törölték a 9 órás meetinget, és behívtak 9:30-ra mindenkit az irodába, hogy jelenjen meg, de nem érdekes. Igen, ha szélszesek, már rohannak át a praktikerhez. Az a tervem, hogy én kifizettem, és aztán kiszámlázom a Balázsnak. Óriási ötlet szerintem. Szerintem gyerekek, figyelj. Tehetek-e értetek egy még valamit decemberben? Volt színház, megyünk Tromsőbe. Jó, mondjuk ő oda nem jön. Igen, praktikere utalványokat dobálózik, amit majd kifizetek érte. Hát mert tudom, még van másfél a decemberből. Tudok-e még értetek tenni valamit, hogy jobban érezzétek magatok? Egy kis hátsúolgatás, most jól esne. Tényleg, Balázs, hát az a 100 000 forint, hát most nincs. Nem, én kifizetek, nem kell a pénzed. Nem kell, de ilyenkor azért olyan nagy, figyelj, most elkezdem őket nyomasztani. Az esetek többségében ilyenkor olyan nagy lelkű a szponzor, hogy ilyenkor már kérnünk sem kell, mert mire kérnénk, már maguktól felajánlják. Azt mondod, hogy mindenki, aki írt SMS-t, kapjon 100 000 forintot? Igen. Szerintem, aki fél tízig elküldi a praktikert szót, fejenként még 100 000 forinttel megturbozhat. Igen. Igen. Balázs, gyökér vagy, nézd meg, Eszter. Köszönöm szépen! Hát még ebből is ki tudok érni, szarul. Ezért jó magyarnak lenni. Ezért jó rádióműsort csinálni, érted? Mindegy, mit csinálsz, így is, úgy is. Így is, úgy is szarul érsz ki. Most írt Attila, hogy ő ikrekkel terhes, és kéne egy kis lóvét. Szerintem ez működni fog. Szeretne adásba kerülni, nagyon jó hozzá Ilona hangját. Igen. Két fiú gyerekkel terhes, Attila, 42 éves, nagyon. Igen, nagyon jó hozzá. Na jól van, gyerekek, mit gyerekek. Mit csináljuk most? 9 óra 24 perc van. Gyúzzuk még a ChatGPT-t kicsit, akarjátok? Jöhet, jó. Váltunk pluszra, akkor váltunk majd pluszra. És jó. Kérdezz meg tőle, tudod, itt van a kis nyelvi modellünk még itt van, úgyhogy még Zsülci megcsinálja. Ez még csak ilyen kis barátkozás, de ha akartok, akkor már egy lassan ott tartunk majd, hogy tudunk vele beszélgetni. A pluszt megüdvözítjük magunknak, letöltjük, és akkor gyerekek, csodát láttok. Mi már nagyon szeretjük, meg használjuk, meg beszélgetünk vele. Úgy lesz, hogy mindig itt lesz pulton negyediknek, és akkor valakinek eszébe jut, vagy van egy kérdés hozzá, akkor megfogalmazzuk. Azért milyen lesz már gyerekek, hogy úgy lesz itt az AI majd, hogy már nem kell ennyit tökölni, hanem itt tényleg nyomod a gombot, és teljesen élőben tud majd veled beszélgetni. Most akarok szakdolgozatot írni ezekben az időkben. Szóval tudják ellenőrizni, hogy van. Van már ilyen program, amit ráteszel magára a szakdolgozatra, és megnézi, hogy AI generálta-e. Tehát suliban is alkalmazzák, nem tudom, AI lokátor, nem tudom, milyen neve pontosan, de hogy rádobod az írt szövegre, és az írt szöveget ő megnézi, és kidobja, hogy miért írt a te AI-jal. Tehát nem tudod AI-jal megírni. Vannak erre már ellenőrző programok meg applikációk. Mi tartunk, hogy az AI ellenőrző AI program. Így van, AI ellenőrző program. Sőt, ott tartunk egyébként, hogy elindult, hogy bizonyos zeneművekbe zenészek például elrejtenek bizonyos hangokat, hangsávokat, ritmusokat, amik összezavarják azért az AI-t, hogy ne tudja az AI másolni, és ne tudjon olyan zenét írni. És ez azért baromi érdekes, mert ha megnézed, akkor ez már egy ilyen tulajdonképpen a gép és az ember egyfajta háborúja zajlik, hogy zenészek úgy védik a saját művüket, hogy beraknak olyan ritmusokat, nem tudom, dallamokat, ütemeket, ami az AI-t úgy zavarja össze, hogy valahogy nem tudja lemásolni és azt a zenét megírni, beleszólni, meghamisítani. Tehát elkezdték az emberek védeni a saját alkotásaikat, hogy ne kerüljön az AI kezére. Hát ha mi ez, ha nem egy ilyen előszobája ennek a háborúnak, ami már zajlik az AI és az ember között, idézőjelesen, ez nem igazi háború, de már erre neki gondolni kell, hogy írnak egy zeneművet, és hogy ne koppintsa le, vagy ne írja át az AI, és megzavarodik valamitől pontosan. Nem tudom, hogy mit tesznek bele, de hogy valami összezavarja, és nem tudja másolni, meg nem tudja ellopni. Azért ez mennyire durva. Így nem saját zenéd, AI. Hogy az embernek kell valamit elrejteni, hogy az AI ne nyúlja le. Azért ez egészen megdöbbentő. Mit tudnék eldugni az AI elől? Ezen gondolkodom. Én szerintem semmit, nem is akarsz tudni. A lakásodat fogja irányítani, az oprendszeredben ott lesz, beszélgetni fogsz vele otthon, kihangosítod majd, mindenhol ott lesz, mindenhol ott van. Kocsidban, lakásban, telefonon. Hát nem akarod eldugni. Szerintem fogod használni, és nagyon fogod szeretni. Nem tudom, én nem vágyom rá őszintén. Nem vágysz rá? Nem.
Nem. Nem hiányzik. Igen, én azt gondolom, hogy sokszor annyira jó lejönni ezekre a dolgokra, csak hazamenni és úgy létezni. Tudod, én csendben, ilyen minden zaj és segítség nélkül. Nehogy ott még anyu dumáljon nekem, mi? Hát meg az egész, tudod, hogy így jó dolog fizikailag csinálni dolgokat, és akkor kicsit úgy emberednek érzed magad. Ha mindent kiszervezel másoknak, meg így az AI-nak, akkor egy ponton túl sokkal másabb mentális problémáink lesznek szerintem, mint most. És nem vágyom erre, őszintén. Hát de most mennyire jó most az egyik a barátomnak, a gyerekének egy képzeletbeli riportot kellett csinálni egy orosz űrhajóssal, uh-huh. aki egyébként feltalálta nem tudom mi. Ezt én megcsinálom most neked. Zdarovjen, zdarovjen! Vladimir! És akkor mondta, hogy ezzel ők szenvednek, és mondom, milyen vicce, hát küld át a nevét, hogy kivel kell írni. És akkor mondtam az AI-nak, hogy figyelj, írjál nekem egy képzeletbeli riportot, 15 másodpercet készül a riport, beküldtem barátunk, mondta, nem jó, hosszabbat kérek. Viszont az AI-nak, írj már egy picit hosszabbat. Figyelj, olyan képzelt riportot írt a csávóval, hogy... Most ez... valahol valakinek kitekerik a nyakából a szusznuflát. Na megmondták, hogy írtam ezt a kis, riportot. De hogy ez alapjából semmi. De tehát valójában semmi. A gondolkodás. Tessé? Elveszi tőled a gondolkodás készségét. Nem? Hát vagy hülye feladatokat csináltatsz meg vele, amivel egyébként több időd lesz gyerekként. Szeretted ezeket? Írj el egy képzelt riportot egy orosz űrhajóssal. És megírtad? Nagyon szeretem. Ez most megírtam. De szerettem volna. Ha most megkérnek, mi most is megcsinálom. Figyelj, van olyan AI, ami az AI által írt szövegben felismeri, hogy mi olyan, mintha AI írta volna, és átírja, hogy a beadásnál ne buktassál le. Tehát AI ír át AI programot arra, hogy ne legyél lebuktatható. Mi van? Mi van? Tehát az AI megírja a szövegedet, arra ráengedik az AI kereső. Ezt le kell fordítom. Ha van egy szeretőd, akkor tartasz egy szeretőd, aki a szerető. Van egy szeretőd, és a másik szeretőd az ágy alatt falaz a feleségednek. SMS-ezik a feleségeddel a nevedben. Így van. Ez az analógia. Hogy az egyik szeretőd az ágy alatt fekszik, és SMS-ezik a feleségeddel, miközben te dugod a szeretőd fönt az ágyon. Benne vagyok. Melyik szó volt, amit használtál? Közösülsz a szeretőre. Tehát AI program, ami felismeri, hogy AI írta, és átírja, hogy az AI ne ismerje föl. Tehát az egyik AI átveri a másik AI-t. Belebolondulsz ebben. Ez olyan, mint a fickó, aki tartja az esernyőt a gánai hercegtől. Onnan milyen hosszú reggelt futottunk be. Ó, de jó kis reggel voltam. Mekkora keretes szerkezet. Igen, meg milyen kis keretes szerkezetet futunk a gánai nyíregyházán tanuló gánai királlyal, aki fölött esernyő van, hát innen indultunk ma reggel. És tudja amúgy az AI kiszolgálni az érzelmi igényeidet? Szerintem sokkal jobban, mint egy ember. Például megkérdezheted tőle azt, hogy mondjuk hogyan tudnám, hogy jobban érezni magammal kapcsolatban? Ilyet tudnám mondani neked? Egészen összetett gondolkodásra képes már, igen. És egészen mély empátiát mutat. Csak de az a plusz nem a sima program. Róla, de ez mennyire megdobja majd a pornófogyasztásodat, nem? Mert akkor tud neked olyat ajánlani. Azt már semmi nem tudja megdobni. Amire soha nem gondoltam, hogy tetszeni fog. Többet nem lehet nézni naponta. Igen. Mindig hamar lejár a feltöltőkártyám. Mindig töltetek a benzinkúton feltöltőkártyát, olyan gyorsan megeszi az egységeket. Ilyenos pornószomelié. Hogy ajánlott neked mára? Kedves gazdám, tudom, mik az igényeid, nehezen találtam. Az időjárás figyelembe véve, úgy éreztem, hogy rákívánhatnál egy kis. Igen. Rossz őben esik a hó. Ja, Istenem. Na jól van, jövünk mindjárt. 9:30 pontosan, itt vagyunk. Jövünk a hírek után. Micsoda témák, micsoda hangulat. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók. Mutatjuk, hogy milyen foglalkoztunk ma reggel. Eltűnt egy ölyv Nyíregyházán, hát ez megindította a hallgatóink fantáziáját. Próbáltuk felgöngyölíteni ezt a tragikus esetet. Engem várnak ebédre, úgyhogy nem tudok sokáig maradni. Igen. És ugyanúgy nyíregyházi vonatkozás hírünk volt, hogy a gánai király Nyíregyházán tanul, gyerekek. Egészen meglepő. Népi viseletben, nagyon színes ruhában, egy esernyővel a feje fölött járkál, egyáltalán nem feltűnő jelenség. És eszi a paradicsomos káposzta főzeléket a menzán. Igen, felfoghatatlan dolgokat csinál, úgyhogy dr. Horvosi Hajnalkát felhívtuk, a főiskola tanárát, igazgatóját, hogy meséljen nekünk, a gánai király miért jön egyetem. Ide Nyíregyházára. Ráadásul egyetem. Na látod, már nem jön szádra, beléidültettem a bogarat. Azért keresetek rá majd az Amán jó főiskola HE című számra a YouTube-on, mert azért az is... Csodát hallottuk, megpróbáltuk leadni, de rájöttünk, hogy leadhatatlan. Csak azért, mert hogyan választotta ki az egyetemet, amit szeretett volna magának, és szerintem közel játszott. Ez a mood videó. Igen, nagyon durva. Na mutatjuk, mivel foglalkozunk ma reggel. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen. Annyit segíts már nekem, Eszter, hogy ti nálatok Nyíregyházán. Uh-huh. A sólyom, sas, meg egyéb ilyen állatok, azok ehető kategóriában minősülnek-e, vagy tartoznak-e? Sólyom, sas. Most ünnepek körül már igen. Igen, jó. Galambokat akartak riasztani őjvel. Érted? Kiment az őjvész, uh-huh. kezén az őjv. Uh-huh. A kis
Hozzátenném, hogy ez állatvilágban is rasszizmusnak számít, csak mondom nektek, igen. A melyik része? Hát, hogy az őveket a galambokra ráküldik. Hát, de most muszáj volt, megmondom, a galambok elleptek valami fontos épületet, kijött az őjvész, levette a kis sapkát az őjvről, aki elhussant. Az őjvnek az a tulajdonsága, hogy miután visszahussan, ugyanúgy visszaszáll a gazdája kezére. A gazdája azot is ott Nyíregyháza fő. És tartja a kezét. Tartja a kezét, hogy hát, ha visszajön az őjv. Ne. Hát, mit csináltok vele? Mondjátok meg, hogy hol az őjv. Leszették. Hát, szóval az őjv az megunta ezt a bánásmódot, ami volt. Rabszolgatartást, mi? Én ezt figyeljetek. Én nekem semmi bajom nincs a galambokkal. Én nem tudom, miért csináltatok ezt. Most mindenki azt gondolja róla, hogy seggfej vagyok. Ez egy szabadságharcos őjv. Ez egy szabadságharcos őjv, igen. Igen. Valószínűleg felfalták a szomorú történetet, egy söréttel alászedtek neki. Ott a nagy madár. Hol tudsz elkapni egy madár? Hát lelőtték. De az őjv az nagyon karmincolós. Megsütötték. Meg a nagy csőre van, meg minden. Én nem barátom. Nehéz időket élünk, megesznek ott mindenfélét, arra felétek. Figyelj, aki egy őjvet puszta kézzel meg tud ölni, az szerintem az már tényleg kicsiből esve. Nem mondta senki, hogy puszta kézzel, ott a megoldás a sörétes. Simán lelőtték. Sörétes? Hát amikor átrepült a kondorkesei Magyarországra, az darab van belőle Európában, vagy 8, mit átrepült Magyarországra, mi történt? Tuff. 2 perc van benne volt a sörét. Nem mondod komolyan. Madár csinált, és csak a jeladót találták meg. Üdvözlünk Magyarországot. És te hozott, igen. És a farkas? Hát is a farkas. És akkor még sorolhatnánk. Berepült, nagyon védett, túlélt 8 kontinens. Kicsit berepült így a határ mentén, ahogy berepült, már kapta a golyót. Tőlük semmi nem tudja megvédeni. Érted, érted, a magyar vadászok nem szórakoznak, már tisztelt a kivételnek. Hát ezek nem vadászok szerintem, nem? Hát ilyen, igen. Orvadászok inkább, ki az Isten lőle egy ilyen madarat. Hát kisebbségi komplexusok inkább. Abszolút. Igen, kiskörén ették meg a pávát, az volt. Nem tudom, hol van kisköre. De ott tényleg megették, a ugye? A víztározónál. A víztározó mellett konkrétan. Közvetlenül. Igen, nyíregyházi kordonbőjv. Júj, de jó. Júj, de nagy kordonbőjv. Júj, de jó, megjött a napesemese. A nyíregyházi kordonbőjv. Az abban már sonka van meg sajt, hidd el. Ez egy őjvön alulítés volt a madárnak állítólag. A fekete párduc is eltűnt. Hattyúevés. És megették a hattyúkat is. A hattyúkat is, azt meg a Balatonnál ették ki. Mondja valaki, hogy azért nem jó a magyar konyha, érted? Egyéb minden. Bejön egy zebra határon, azt is lelőnénk és megennénk. Ezt a szomorú történetet Nyíregyházán nagyon hamar feldolgozták. A nyíregyházi vaskupola. De jókat írtak. Kumadarason a gólyát is megfőzték. Azért az is kemény. Igen, Ózdítóba pirányá volt állítólag. Azt is megették. Megették, mint a húzat úgy megették. Nem szórakoznak itt, érted? Hát nem válogatunk. Éhes az ember, éhes. Jézus Istenem. Nagyon jó. Megnézni a háziasszony arcát, akik oda lakik majd, tudod így a konyhám. De az is lehet, hogy beesett a vízbe, és lehúzta valami őjvény. Hát és ami nem őv meg, az megerősít. Igen, így van. Jó, de jó. Ami nem őv meg, az megerősít. Amelyik kutya ugod, az még nyers. Ez egy nagyon fontos. Ez nagyon fontos nyíregyházi mondat, igen. Nagyon fontos. Ez van kiírva nálunk a városkapura. Illetve egy új nyíregyházi köszöntés van, őjvendek. Ez mától mindenki vezesse be Nyíregyházán, őjvendek, jó? Így kell köszönni, mi ma egész nap így fogunk köszönni, őjvendek. Tudjátok-e még, hogy mi történik Nyíregyházán azon túl, hogy ti nyíregyháziak őjvöket esztek? Úgy látszik ma ez Nyíregyházam a körbe. Hogyha összefüggés van. Nyíregyházán tanul a gánai király. Ne hülyeskedjél már. Azt a mindenit neki. Tiszta Amerikába jöttem, gyerekek. Melyik egyetemre? Nem egyedi Murphy azért a karakter. Az nem egyedi Murphy. De ott van ő. A paplanyában, jön ki az aulába. Hát nagyon sok kérdésem van az üggyel kapcsolatban. Egy. Mit tanul a gánai király? 2. Mit csinál itt Nyíregyházán? 3. Miért ül egy csávó mindig mögötte, és tart egy esernyőt a feje fölé? Mi történik Nyíregyházán? Beázik az egyetem? Ekkora a baj? Az esernyőre azért kell odafigyelni, mert látszik, igen? Hogy ezt a KGST piacon vásárolták, tehát ez már egy helyi beszerzés. Igen? A másik pedig, hogy van egy csomó ellentmondás az interjúban, hogy végignézte, és nagyon jól szórakoztam. Például elmondta, hogy ő szeretne elvegyülni. Igen. De csak az esernyő miatt nem tud. Képzeljétek egy full fekete embert egy szemüvegben, egy esernyővel, gánai népviseletben. Egyetemben úgy néz ki, mint a Józsi. Ahogy ránézel, abszolút el tud vegyülni, mondom, szemüvegben, népviseletben, feketén, egy kék esernyővel, egy lilahajú emberrel, aki követi és esernyőt. Én is mindig így jártam egyetemre. Igen, úgy, mezitláb, hozzáteszem, és úgy, hogy konkrétan így szoktam kinézni, amikor megyek ki a volt futárért szombat reggel. Azon a férjem mögöttem, hogy nézzem meg a megkizacskó. Na, megkérdezzük a egyetem tanárát, intézeti igazgatóját, dr. Holosi Hajnalkát, hogy hát mit tudunk a gánai királyról. Halló, jó reggel!
Jó reggelt, sziasztok! Találgatjátok itt ezt az esernyő sztorit, itt arról van amúgy szó, jól mondta Eszter, hogy otthon egy sokkal nagyobb ernyőt tartanak a feje fölé, ezzel jelzik, hogy ő egy nagy méltóság, és ezzel hívják rá fel a figyelmet. Nálunk nem omlik a vakolat, nálunk ez csak egy jelkép, de amúgy nem egész nap így szaladgálnak, csak akkor tartja a segédje feje fölé az ernyőt, amikor felveszi ezt a királyi ruhát, és olyankor ő, mint felség van jelen, akkor például mi se szólhatunk hozzá, de nyilván ezt csak nagyon ritkán veszi föl. Vizsgai időszakban. Kozásakor, illetve most, amikor az interjút készítették vele. Egy teljesen átlagos, 38 éves fickót képzeljetek el, aki nem kelt feltűnést a folyosón, ugyanolyan, mint a többi 200, illetve, 3, illetve majdnem 400 most már nemzetközi hallgatunk. Ettől az évtől kezdve közel 400 hallgatunk van az egyetemen, úgyhogy nagyon jól elvegyül köztük, és semmi feltűnés nem kelt. Szorgalmasan jár az órákra az egyik legjobb hallgatunk, úgyhogy... Mit tanul, azt tudhatjuk, hogy mit tanul, mi a szak? Vagy... Igen, országosan egyedülállóan nálunk van ez a szociálpedagógia mesterszak angol nyelven, méghozzá nappali képzésben, és ezen nekünk 8 külföldi hallgatónk van. Gánában nincsen képítve ez a szociális ellátórendszer, és ő nagyon szeretné majd a tanulmányai befejeztével ezt ott kamatoztatni. Tehát valóban ezért jött, nagyon szorgalmas, és ezért akar itt megszerezni ezt a diplomát, illetve én azt gondolom, hogy leginkább a tapasztalatot és a tudást, hogy utána ott tudja kamatoztatni. Azt tudjátok, valóban, hogy miért pont Nyíregyháza? Magyarországon csak nálunk van ez a képzés, illetve megkérdeztük tőle, ugye ő bejárta nyilván a világot, azt mondta, hogy nagyon biztonságos Magyarország. Mondjuk Nyíregyházán ott ugye minden megtörténhet, látva, vagy hallottam is, hogy Nyíregyháza volt a fókuszban. Hát azért tudjuk, hogy nagyon jó, így van. Nyíregyháza nem maradhat ki a műsorból, szóval nekik ez itt nagyon-nagyon biztonságos, és nagyon sok hallgató ezért választja Nyíregyházát, meg mint mondtam, angol nyelvű képzés, országosan csak nálunk van ez itt a reklámhelye. Teljesen átlagos fickó, hogy teljesen láttátok, hogy a menzán eszi a paradicsomos káposzta főzeléket, tehát az jól nézett ki különben. Azt szeretném kérdezni, hogy vagy a király. Mindeket így együtt az egész, egy kicsit rákívántam erre a szituációra. Hogy a fickó, aki mögött áll az esernyővel, ő pontosan milyen pozícióban van ott, és tanul-e? Hát, ő a segítője, igen, ő is ugyanúgy végzi a szakot, mert anélkül szerintem nagyon unatkozna egész nap az órákon, és ő a segítője, igen, aki tartja az esernyőt, és ők mindig így együtt mozognak. És amúgy a kisebbik fia is ott tanul nálunk, egy másik fia az meg valami focista volt, de már most nem focista, itt nem tudom, valamelyik pesti futballklubnál. Azt a mindenit, lassan egész Gána ide költözik akkor, azt a mindenit. Nagyon sokan vannak, akkor már nálunk, ez jó. Keresztények amúgy, de én azt gondolom, hogy neki több felesége van, mert azt mondta, hogy neki lehet a pozíciója miatt. Rákérdeztünk, hogy ez darab számra mennyi, de nem árulta el. Nagyon jó. Ez a Márk az igazi neve, vagy ezt választotta magának Hírek. Igen, mondták, hogy lehet Józsi Béla vagy Márk, és ő a Márkra mutatott. Márk, ez a rendes neve. Hivatalos neve. Igen, a Józsi visszatottam. A jól mondta, hogy Józsi nagyon átlátszó lenne. A Márkot az jobban hihető ezzel a népviselettel. Balázsék! A Rádió Egyen! Ővül egy gyerekek, ami a mai műsorban történt, ez írja egy hallgató, ez ővület. Ővület volt, ez újra hallgatni. Köszönjük szépen az eseményeket. Nagyon jó, ráfűzhetek erre az őves témára. Ránk pörkölyvének. Hát egy ilyen jó Nyíregyházi hírre azért, na. Hát valószínűleg lábosban. Nyíregyháza jobban teljesít. Ennyit szeretnék mondani. Jobban. Lábosban van már az gyerekek. Kicsi vegetával. Új kígyósban mi történik? Semmi nem történik. Hát de, nagyon sok minden, de azt még te se tudnád érteni. Igen, hello. Hogy hívnak? Ciao. Sziasztok, Kapi vagyok. Hello. Kapi, Gége mikrofonod van, vagy Rozi. Pedig... Rosszul vagy, Kopi, vagy mit csinálsz? Műtenek? Túsz vagyok. Azt írtad, hogy igen, a nyíregyházi kordonbőjével ezt írtad nekünk, hát mi nagyon szeretik, ez az SMS-t be is olvastuk, úgyhogy van egy ajándékcsomagot. Bárhol is vagy, bármit is csinálsz, küldjünk neked egy csomagot. Mentőt küldjetek, ha összetek a szerep. Jobbulást! Vihetsz magadra, küldjük a mentőt. Mentőt, melltartót is küldjetek rá. Jó, azt is. Jó. És kitiltottunk téged, szervezz. Küldünk mindent. Ciao. Ciao.
Én mennyire volt készen? Én mondom mennyire neked, ez egy önkormányzati dolgozó volt. Egyébként igen. Éppen ott álltak egy lakcímkártya a kérelemmel felette, és ő pedig az asztal alatt suttogott nekünk. Igen, igen, nagyon kemény volt. Na jó van, gyerekek, hát sűrű reggel volt. Volt itt minden, komolyság, vidámság. Jó volt. Úgyhogy igen, igen. Na, én azt mondom nektek, holnap nem jövök ide, hogy igen? legyen egy kis szuszanásotok. Pénteken jövök, és akkor megkóstoljuk azt a... Mi az, amit hoztam? Egy porketta. Egy porketta, ami a hűtőben maradt, elfelejtettük megcsinálni. És hogyha nem kaptok tőle ilyen, nem tudom, kéz-lábszáj fájás... Akkor kimehetünk. Vérhast, akkor mehettek. Jó, jó, ha igen, akkor maradunk. Be van csiszolva a porketta, azt meg tudni. Jó, az lenni. Ezt a praktiker is tőző. Na, puszi, sziasztok, ciao, ciao. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.